esti stúdiójából 39 frekvencián élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül őszinte Vadon Jani, a hatalmas, abánivalóan sármos Rákóczi Feri, és az önnön nagyságára minden reggel rácsodálkozó Sebestyén De jó nézek ki ma is Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után vagyunk, 20 perccel itt vagyunk. Jó van, és szórakoztunk, mulattunk, hát most ez a pár perc. Na most igen, na most ennyi nem jár. Na most ennyi nem jár. Itt a pihent fiú. És a két. És a két szigetlakó. A két szigetlakó. De én nem is voltam ki. Ja, én vagyok a pihent fiú. Igen, ja, akkor hát mi kire gondoltam? Mit gondolsz? Kire gondoltam? Így van, igen. Gyerekek, érted? Tombolni akartok, tomboljatok. De mi szokban szóltunk. Na, hát akkor nincsen semmi gond, érted? Tombolástól aki messze volt. Aki legyen legény nappal is szokott. Aki ilyen legény nappal igen. Lepény. Igen. Nálunk így mondják, felénk vidéken így mondják. Az is jó, de én szeretem a lepényt. Nagyon finom a lepény. Aha, de nem akarnak nagyon küldeni a lányok, mindegy. Milyen lepény az? Megvenni. Lepények. A legjobb magyar. A legjobb hazai lepényes rajongója János. Na de mindegy, hagyjuk. Na! Így van, hagyjuk ezt a burkolt, illetve nem annyira burkolt tarhálást. Mi volt tegnap a koncertjem, meséljétek el, én csak azt olvastam, hogy 60 ezeren álltak ott, és nézték ezt a rendkívül izgalmas. Közvetlen a színpad előtt, azt mondták a szervezők, hogy 60-an egyébként meg egész szigetet tekintve 90 ezerre voltak, úgyhogy kitették a sold out táblát, de hogy ebből a nagyon kedves, nagyon izgalmas... hát már akinek, külső és zenéjű srácból olyan sokat mindenki nem látott meg hallott. Hát, lehetett? Döbbenet volt, mert a sziget leűrült. Tehát amikor elindult az Ed Sheeran koncert, akkor még sétáltunk ott ide-oda, backstage-be, oda-vissza, vadászgattuk, rohangáltunk, nem vicces volt, addig kiürült a sziget. Tehát nem is láttam. Csak a nagy színpad. Csak a nagy színpad előtt, az az út, amit megtettél a VIP-ből a backstage-ig, az volt mondjuk 10 perc, az mire jöttél vissza, és a sírem ment, 3 perc ott hátra sétáltál, mert hogy effektíve mindenki a nagy színpad előtt. De hát gyerekek, szóval az van, hogy igen. Noszan ez nem a mi műfajunk. Már nem, egyrészt. Már nem. Igen. Figyelj, már kezdjük nem. A kijutással. Én ugye fönt voltam a fővárosban, meghúztam magam a aposoméknál, egy órácskát aludtam, Béka és Panna jött Budapestre. Már Béka kettőkor telefonált a taxi, hivatalos taxitársaságnak, hogy akkor ő szeretne foglalni 4 óra 10 percre egy autót, hogy jöjjön oda. Én ott már kikészítve, beillatosítva, szigetfelszerelésben várom. Itt hiba nem lesz. Itt mondom, nem lesz hiba, Béka, de ügyes csaj vagy, úgy szeretlek, hogy ilyen gondos vagy, hogy ilyen okos vagy, érted, hogy meg ott állunk 4 óra 10 perckor a széker, Bertalan 10-esbe, érted, hogy jön a... Egyszer csak csögg a telefonja a Békánk, jó napot kívánok a taxitársak, hogy nincs autó. Nem sikerült meglépnünk hány óra alatt? 2 óra valamennyi. De nem, ez önmagában nem baj, a baj az az, mert tudtuk, hogy nagyon sokan, azért foglaltunk előre, hogy akkor nem értem, hogy miért ígérik be azt, hogy van előfoglalás. Na. Ugye? Tehát mert akkor mondja azt, hogy ne haragudjanak, nem lehet foglalni, próbálkozzanak. Írják, hogy gyanúk erről, hogy egyébként az előfoglalásnak pont az a lényege, hogy... Igen, hogy bebiztosítod igen, magadnak, hogy legyen autó. És addigra egy kocsit biztosítanak. Igen. Oké. Nem jött a kocsi, akkor más taxitárság. Oké, az se jött. Oké, ott van aposom, egy tündér ember, mondta, hogy majd ő kivisz bennünket. Na most ez a Kodály körönnél van ez a Székely Bertalan utca. Ott beültünk a gépjárműbe. És az aporozsezbe. Az aporozsezbe letekertük az ablakot, légkondicionálás véget, így van. Még megálltunk tankolni, meg venni valami ízét, hogy az összes híd áll, az összes odavezető út áll. Azt tudod, hogy volt egy baleset a Raktár utcánál a Szentendrein. Hát az megbénított a komplett Budát. Hmm. Tehát 2 óra volt, míg kijutott az Ed Sheeran koncertre, baleset hátán, megbénult Buda. Pest is, az Árpád híd is. Minden áll. Azért, amikor 80 ezer ember elindul, az is durva, plusz 2 baleset, és effektíve csatlon volt a város. Tehát, igen, hogy így, pontosan. Ez nagyon durva volt. Ez történt, hogy föl is borult, azt hiszem, valami autó bele. Igen, felborult valami autó, Szentendrei úton. Plusz volt még 5 ilyen kis koccanásos baleset, mert ilyenkor kell csinálni. Na mindegy, egyébként viszonylag mi hamar egy ilyen 3-4 óra alatt kijutottunk oda a lakótelepre hátra, és akkor ott a héven van egy átjáró
karszalagot átmentünk, tehát bejutottunk, én ugye okos voltam már tegnap előtt, átvettem a karszalagot, hogy ne akkor kelljen, aki tegnap próbálkozott, az nem tudom, hogy mit ért át, gyerekek, de... De a taxiszolgáltatás jó, hogy bevisz. Az egy jó ötlet. Az nagyon szóval jó. Szóval az, hogy te neked megvan a karszalagod, és te bent vagy, vagy bent az ajtóban, még ott is vannak felvevős helyek, ott veszed föl, azért a szenzációs. Az jó. Az a jó. Szenzációs. Nyilván, ha van, minden taxis dolgozott, szerintem tegnap meg most egy hétig dolgozik, és akkor be lehetett jutni, tehát mit én olyan negyed, hat körül mi kín voltunk, belevetettük magunkat a forgatakba, tök jó koncertek voltak már délután is, találtunk egy olyan lengyel zenekart, érted, akitől nyilván életedben nem hallottál. Na, mindig valaki ilyen mindig, csemegék. Mindig van, valahogy mi mindig ráakadok, elmentünk a cirkuszhoz, mert az óriási látványosság, vannak ilyen mindenféle artisták, akik tanítják a gyereket. Ott futottok össze nyilván Balázsa. Persze, hát a régi cirkuszos. Dobáltam a buzokányokat. Igen, nem. Régi cirkuszos családból. Igen. Származik. Nem Balázs pörög ott a éppen késdobáló dobálja azokat a hegyes szarokat? Igen, de ő van felszalagozva izére. Na, a lényeg az, hogy eljutsz már oda a koncert közelébe, hogy veszel valami üdítő italt, nyilván gyereknek ilyet, magadnak alkoholosat, egy fröcsikét, és látod, hogy nem halad a sor, holdart nézel, a másik se halad. Lehalt a fizetősre. Meghalt nekik a rendszer, mi is pont tegnap a sorbáltunk. Annyian voltak kint, érted? És akkor így nyilván fölmerül a kérdés, hogy erre lehet-e készülni, nem lehet egy ilyen rendszer, hogy hall le meg, hogy nem hall le. Szerintem egy ilyen 95 ezeres látogatottságnál egy kicsit valamit kéne csinálni. Na, de ők szerintem azért valószínűleg beleteszik ebbe szívüket, lelküket, tehát hogy készülnek rá, tehát hogy volt itt már egy-két olyan világsztár, ahol azért már hasonló tömeg volt, a legutóbb Robbie Williamsen voltam kint, még annó veletek, tehát hogy ott azért láttam, hogy mi van akkor, amikor irgalmatlan sok ember van ott, és bedugul az egész, és nekem konkrét halálfélelmem volt, annyian voltak. Az egy másik kérdés, itt mondom, ez az informatikai rendszerüzemeltetés, vagy ez a fizetős rendszerüzemeltetés. De aztán beindul. Hát, aztán beindul. De az egy fél. Igen, amikor megérkezel a szigetre, kilépsz, és ott vagy, és elkezdesz bizseregni, hogy megint a szigeten vagy, jó, látod nagyon az embereket. Jó. Volt fenn a kanás. Kérdezel mindenkit, hol van, merre van, Náksi és Brunner? Ott voltunk, egyébként voltunk, még üres volt a retro rész, az még üres volt, de hogy minden sarokban, mindenhol van egy élményed, hogy itt forgattál, ott ezzel csináltál interjút, ott Z plusz osztál, ott megállóztál, tehát itt nekem a sziget mindig ilyen, hogy igen, ide beestél, ebbe a sátorba, onnan kijöttél hajnalban. Itt annak toltál az arcában mikrofont. Igen, itt ennek, annak, és hogy mennyire nem így nézett ki, és milyen más lett, szóval én mindig nagyon bizsergek. Nyilván nem ugyanaz már meg, mert sokszor elmondják, hogy nagyon más. Óriási, de... Rengeteg látványosság van, nagyon jól néz ki, az installációkat én imádom, hogy nagyon minden jó. Évbe értem. A doboló utcazenészeket megtaláltátok? Az ott nem volt. Nem voltatok? Nem. Van egy 4-5-8 fős doboló, ilyen 8-10-12 nyakba akasztott dobbal járó, kiabáló, sikoltozó, ilyen utcazenész csapat, nem magyarok. Aha. És igen, mobilok mennek körbe. Jönnek, mennek körbe, és így követi őket a tömeg. Hátul vannak mindjárt, legalábbis hátul voltak ott a soron, ott a betonnál, a kajakkenú résznél már ott lent. Nagyon fantasztikus. Követi őket a hamburgeres, a lángosos, az építkezős, mert senkinek nem fizetnek. És szerintem az igazi varázsát az ez adja meg. Ezek nagyon jó. Besétáltál, és egyből egy komplett népzenekar húzta izét a talpalávalót, 4 táncossal. Érted? És az is olyan jó volt, hogy jön be a külföldi, és mondjuk találkozik a mi népzenénkkel, a kultúránkkal. Ott állt a körbe, mindenki csúlyogatott, aki nem tudott, az is. Aztán elvonultak, mentek tovább. Szóval ezek a kis apró dolgok szerintem vagy nekem már kicsit fontosabbak, mint a nagy tömeg koncertek. Tömeg ne riasztan, ennyire nem lenne ennyire tömegi szín, hát mint igen. Amilyen van, akkor még nem, ha jól helyezkedsz és jól mész, nem durva. Tehát például mi eljöttünk az Ed Sheeran előtt, az utolsó két szám előtt, lazán kijöttél, beütél a taxiba, pont. Tehát aki megvárta még azt a két fáraddalt, a végén azután át másfél órát. Na. Ha le tudtál róla mondani, akkor azért még egy fin simán kicsurogtál. Na, együtt a körítésről nézzük a színhúst. A főfogás. Edet? Volt fotó, van fotó, mi van? Hírek van most. Ne szóval, érted. Sajnos el kell mennünk hírek. Egy csukodik zablak, akkor majd hírek is a reklám után derül ki. Van-e fotó, vagy nincs fotó? Minden meg fogsz tudni a idejében. Hallod, a járainak a halott pénzből van fotója. Hát, öcsém. Te azt honnan milyen, tudod? Mert láttam az interneten. Ja? Láttam az interneten. 8-kor volt. Jól sikerült. 8-kor volt egy meet and greet. Ami azt jelenti, hogy egy sírán beengedett oda 8-10 embert, igen. Akik előre leegyeztetett módon dedikálhattak vele. Én ekkor 8 órakor éppen egy sajtos pizzát tömtem magamba.
És próbáltam csillapítatatlan éjségemet tenni egy ajándékpizzával, amire meghívtak, mert hogy lehalt a rendszer, mire szóltak a szervezők, hogy most van meet and greet, egyetlen egy percen van odaérni. Aha. A kolbász éppen csöpögött le a számról. Ránéztem, ott álltam egy félig lehajt fizetőrendszerrel. Lelki szemed megjelent Ed Sheeran. Pizza, Ed Sheeran, Ed Sheeran, pizza. Inkább a pizza. Igen, de itt nem adtuk föl. Nem adtuk föl, tovább küzdöttünk. Na, becsitne tovább. Hogy meglegyen a fotó a gyereknek, amin én is rajta vagyok, meg Ed Sheeran is rajta. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert aztán ő visszavonul a lakókocsiába. Elmélyülni, és eléggé őrzik. Tehát hátul a backstage-ben egy nagyon-nagyon exkluzív, nagyon szép rész, ahol már tényleg csak a szervezők vannak, a világsztárok és a zenészek és a hozzátartozók. És a Kádár Tomi. Találkozni a Tomival, persze. Ő viszont kapott autogramot és fotót. Tomi óriási forma volt, majd elmessen, hogy kell egyet megcsinálni. Ha nem lesz valamikor Sziget, hogy valószínűleg az autogramot tárulásából. Tomi nagyon nagy forma van. Na mindjárt elmessünk, mert mesélünk. Fél hét van pontosan, egy pici szünet, jövünk mindjárt a hírek után. 3-7 lesz, pontosan egy perc, majd állom mindenkinek. Jó reggelt. Milyen időnk lesz, Ferenc? Kicsit borúsnak tűnik most. Az, és ez marad is. Egy picikét futó zápor, zivatar, délután észak-keleten, nyugaton, jelentéktelen zápor, de 34 fok. Nagyon jó, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Europe Assistance és az autosos.hu, a gondtalan utazás szakértője. És egyre melegebb. Egyre melegebb, igen, de aztán jön valami hideg front a jövő héten. Nem baj, hadd jöjjön utána, úgyis hosszú hétvége, szabadság. Ott legyen még jó idő, legyen jó még idő jó lesz. Idő. Az balcsi, ott nem szúrhat ki az időjárás. Igen, a Balaton parton rossz időben üldögélni. Ugye. Egyébként meg van mit csinálni akkor is, de nem azért mész, hanem azért, ugye? Hogy mindig mondjuk, mi ezt mi is elmondjuk, hogy figyelj, ott vagy lent, hát élvezd, Balaton sétálgatsz, mit tudom én. Hát de ott én a kicsit ki akarsz a strandon feküdni. Feküdni, pihenni, ja. Ez az augusztus vége, ez necces. Már nem vége, mert ugye a 20-a az még az erősen szezon, de közepem. Én nagyon remélem, most nézem, mert már látom, tehát már előre látni, nem tudom mennyire valós, amit ír, de jövő hétvégére még jó. Hát a 20-a után csatt és vége, igen. És elvágják. Mm. Csak jó idő lesz. Persze. Hosszú idő után az első komolyabb belföldi. Belföldi kiruccanás. Meg kb. 48-szor, amiben hihetsz. Aztán az összes többi az már egy találgatás. Nagyjából igen. Na, mesélek, hogy mi volt. Na, tegnap. Persze, hát halljuk. Ha meg 8 óra, akkor kiderült, hogy a csávó elment meet and greetre. Hát mondom, én erről miért nem tudok. Hát miért nem szól? És eleve miért nem kaptál rá meghívást? Hát, na ez az, miért, na, nem, hát miért nem tudtam, nem értünk volna oda, na. Mire mindenki összejött, meg mindenki. Az mindegy, ez nem érdekes. Itt a gesztus hiánya az, ami. Ah, igen, de aztán beszéltem a szigeteseken, nagyon helyesek, nagyon aranyosak voltak. Mondták, hogy figyelj, teljesen esélytelen, de gyere hátra a backstage-be. Akkor megérkezett hátra a backstage-be, ez már nem is a VIP rész, hanem a backstage, egy nagyon izgalmas rész, ahol állnak a kamionok, kevesen vannak már, és ott látod a kis konténereket, ahol a Prince folyosót kért a színpadra, hát mert nem akar. Másnál kamionok egy sírenél egy bevásárlókocsi benne egy litár. Igen, na jó, kettő, mert igen. Cserégetett. Itt oda képzeled a folyosót, hogy Prince itt ment fel a folyosóra, mert nem akar találkozni a saját zenekarával se, Robi onnan ugrott be a buszba, tehát annak ott hagyománya van, és akkor ott már úgy tényleg csak egy-két olyan régi arc, akiket így 100 éve ismersz, és akkor dumáltunk, persze mindenki röhög, iszunk, hogy figyelj, nincs olyan nincs. Tehát, hogy ez ennek meg kell lenni, nincs olyan nincs. És ott volt egy ismerős, akinek ott volt egy 10-12 éves formalánya, aki szintén mondta, ő nem mehet úgy haza, hogy nincs. Ide helyezkedtünk, oda helyezkedtünk, elmentünk leselkedni. Bent van ugyanis egy ilyen konténerben, de a konténer rajta van, hogy egy síren. Viki előre megy, én előre megyek, majd kiderül, hogy ott fog elhaladni mellettünk a lépcsőn. Ugyanis ott állsz már hátul, ahogy ő megy föl a lépcsőre. Onnan már csak tényleg a nagy színpad. És mondja a Kádárt, hogy figyelj, hallgassatok rám. Feküdjetek keresztbe a lépcső. Álljatok ide a lépcső mellé. Aztán, hogy lesz, ami lesz, a csávó itt fog elmenni. Hogy megáll, vagy nem áll meg, azt nem lehet tudni, valószínűleg nem fog megállni. De hogy itt kell elmenni a mellé, a lépcsővel elmenni. Jól mondom a kislányok, figyelj, gyere velem, legyél bátor, ne törődj semmivel, nem kellemetlen a dolog, gyere velem, kezdj el sírni. Kezdj el sírni, amikor meglátod, mondom a Viki előre, mert mondom, szólj, ha jön, igen. Te kezdj el sírni, de és nézzél könyörgően rá. Nézzél könyörgően rá. És akkor ilyen 3-4-10 előtt 3 perccel kijön a testőr, körbenéz, megnézi kicsit terepet, még a színvad, stb. Egy sehol, majd egyszer csak jön a visítozás, hogy jön Ed. Hát 10-kor kezdődött a koncert? 3-4-10 körül.
Mondom, a kislánynak hát sír. Egy Axl Rose. Zokog. Nem, ettől halálosan. Most bőg. Toporzékolj, bőg. Én mondom, rávettem magam a lábára. Valahogy csinálj fotót. Én is bőgök. Mi történik? Rájössz, hogy a kamerád az ugye fordítva van. Aha. És innentől belekerülsz egy spirálba, hogy elkezdesz kapkodni. Igen. Nagyon jó. Jó. És tudod, hogy jön. Óriási és ott van mögötted. Hátulról a szívről. Így van. És mondják, hogy jön, és a Viki kiabál, a lánynak az apukája mondja, hogy nem lesz jó, a kislány akkor már térnek sír. A kislány akkor már zokog. A kislány akkor már zokog, és hát a kép, amit mindjárt felteszek, mutatom, szenzációs, mindenki éles rajta, mindenki jó. Mire visszanyomtam a fotót, hogy megfordít, mire a vakut kikapcsoltam, hogy nehogy elkezdjen már fehéren villanni, mert addigra tudod, akkor sokáig kitartja és villog, és azt látod, hogy jöned, igen? Látod hátul, hogy jön, próbálsz helyezkedni, már megáll, lép oda hozzá. Számol vissza ott a telefonot, 10, 9, 8, ekkor 7. Látod, hogy időzítőn vagy, ekkor látod, hogy elmerülsz, ekkor látszik, hogy akkufeszültség alacsony, és ugye a menedzser, az, tehát effektíve úgy oda lépett mellénk. Nagyon helyes volt, látta, hogy mi ott ketten várunk, egy ilyen idősebb csávó, meg egy fiatal kis csaj, hát oda jön fotózkodni, öleli át a kislány, mire rájöttem, hogy még vakuki fordít. Igen. És akkor Ed azt mondta, és abban a pillanatban, Ed odalépett, fotó, még szerintem várta, hogy hátrézek, hogy velem is csinál egyet, és még kérdezte is, hogy de melyik kamerában nézzek? Mert ugye a kislány szülei balról, a Viki Totálból, én szerencsétlenkedek vele, mint igen? A vízé, nyomkodom, hogy fordít, képernyő, jaj, sorry, Ed. Még egy utolsó igazítás. Nem videó, fotó, de... Nem videó, timelapse, no timelapse. Mutatom Ed Sheerannel készült fotónkat. Kiváló minőség. A lehető legmenőbb. Gyerekek. A lehető legmenőbb. Hát, a kislány éles rajta. Én teljesen éles vagyok rajta. Hát ez a lényeg. Ed pedig egy ilyen vörös csíkod. Egy kicsit elmosodva. Vörös csíkod. Lehet akár egy síren is, de a csodálkozó arcot, a fotós csodálkozó arcát, tehát magát Balázst azt a főhívó a figyelj, az nem csodálkozás, az erőlködés. Jaj, hogy betekelem? Jaj, az jó egyébként, hogy a hátul a biztonsági őr tisztában látom, mindenki éles. Maga a világsztár. Mindjárt fölrakom az Instára meg a Facebookra, de van aztán igen. Olyan is, ami totálból készült, ahogy szerencsétlenkedek. Akárhogy is nézzük ebből a képből, az derül, hogy itt van, ezen a képen ott van az állandóság, kristálytisztán élesen te, és ez a futó kis áve, ez a futó kis divat, ez az egysírenő csávó, meg ott el homályosan értem. Jövőre már úgy sem emlékszik rá a kutya se. Jó, mutatom a másikat, ami készült. Ezt is meg szeretném mutatni. Márján, nagyon jó kép. Hogy milyen jól sikerült csinálni. Mindjárt felrakom, tehát látom, ott vagyok. Ez, ami nekem igazán bejön. Egy jobb vállát látszik. Aki nem tud beazonosítani a jobb füled alapján, az nem a követőd. Egy fül van rajta. Ez egy másik telefonból készül. Azonnal bannolj mindenki. Ezen Ed aki viszont... Értem. Jól néz ki, igen, és szerintem a füled alapján te is beazonosítható vagy. Aki ezt a fület nem ismeri, meg érted, hát az... Jó, és akkor maga az erőlködés, ahogy nyomorultókodom, az megvan így. Tehát maga a kép az megvan egy ilyen totálban. Úgyhogy ezeket mindjárt fölrakom. Akarsz esetleg egy szavazást elindítani a Facebook oldaladon, hogy melyiket mutasd meg, mert hogy látta már a gyerek tényleg? Nem, hát aludt, hát nem keltettem ezért föl, de hogy is nem. Aludt, mert este hazajött a táborról. Egyébként az a durva, hogy ki is tudott volna jönni, mert hazajött előbb, de hát nem vittük ki, de nem ébresztettem föl. Nagyon jó. Tehát ez. A srác, aki a legtisztábban látszik. Úgyhogy figyelj, az erőlködés, a szerencsétlenkedés, az iPhone-hoz használata és minden okozott 43 életlen Ed Sheeran fotót, de hát figyelj, sírtunk. Szóval azért, tehát itt már nem is vagy annyira szomjas. Jó is a kedved. Ott állok pont egy pohárral, egy üdítős üveggel, egy kicsi pohárral, mert figyel a kis vigyázni való, amit nagyon szorítok, hogy nehogy letegyem valahova. Úgyhogy, és egyébként halálosan közvetlen. Tehát normális, odajön, kérdezte, hova nézem, mi van. Hát mondjuk meg ki meg volt minden esélyed arra, hogy teljesen, abszolút minden esély meg volt, és látta, hogy tényleg a lépcső mellett álltunk. De vicces, amikor ott állsz tiniként, hogy a gyereknek bedob magad, érted. És mint egy ilyen rajongó, mondják, hogy ön is elkezdesz izgulni, hogy a életed képe. Tehát érted, ez, hogy
hogy már Chapman várta a Dakota háznál John Lennont, érted? Csak én nem akartam bántani, tudtam, hogy jön. És egy kicsi apró csávó, tehát egy pufi, magasabb, kövérebb csávóra gondoltál, és amikor egyébként először megláttam, az még nem is az volt, mikor jött, hanem egyszer csak kijött a kajáldából, ahol mi álltunk. És így hallom, hogy nagy mozgolódás, mindenki ez remeg, mi remeg, mi jön. Én még egy állok, egy fél sült krumplival. Igen, itt vagyok. Nem te, egy sírem. Ja. Itt van, jó, nyugodjon le, mindenki itt vagyok. Nem, nem, mögötted ott van. Nem, és kijött, és egy apró kicsi vöröshajú csávó egyébként. Szóval úgy mennél el mellette Londonban a Piccadillyn, mint a húzat egyébként. Mert hogy így, tehát nyilván a színpadon, és egész más, tehát nagyon pici, nagyon alacsony. Nem egy ilyen sztár típus, tehát úgy igazából semmi, de nagyon kedves, nagyon közvetlen, nagyon jó arc. Hát és nem csak igen. Járai Márknak van fotója, hanem ahogy kinek látom, még? Ugye Dóri is küldte, hogy gyakorlatilag nekik ő csinálta meg a képet, már Ed Sheeran, és aki még arra járt, mindenki fotózkodott. Kinek hogy sikerül az este? Kinek hogy sikerült, mindjárt felrakom a saját készített képeket. Igen. Szóval nagyon, nagyon. Amikor rájössz, hogy vicces vagy, hogy indokolatlanul sok funkció van a telefonodon. Igen, nem, amikor a bőség zavara, most milyen legyen? Amikor rájössz, hogy pohárral a kezedbe, odarohan a lépcső mellett állva, körülbelül 15 másodpercet van, mire megteszi azt az utat, és minden rossz. A fotód, az irányod, a vakúd. Az egy-két, te forgat, gyere már vissza, megöledjen rá! Jó, de úgyhogy bevált a szomorú kislány, és a aggódó apuka image, ez nagyon bevált. Nagyon jó, a terv az a nagyon terv jó az volt. A terv az szerintem tökéletes volt, ahogy kiviteleztük Ed Sheeran-nel a fotót. A vége kicsit megcsúszott, de odáig... Na, a kislánynak sikerült a kép, ugye? Hát persze, jó van, persze. Jó, jó. Abszolút, tehát hogy... De én ezt mondom, ezt a félfüles belógót sokkal jobban szeretem. Tehát hát a gyerek örülni fog, mert látja. Így van. Lényeges dolgok rajta van, Ed Sheeran. Tényleg eleget lát a gyerek. Igen. Na jó van, szóval így történt. És hát fölmegy a színpadra, és megőrül mindenki. Igen. Szóval, hogy mire... Na, a egészség. Porra, igen. Tessé. Képzel, hogyha még ott elkezdte volna tűzszegni, és elmegy közül mellette. Nem látátok? Fáfönt. Egy kicsit várt rád. Igen, egy nagyon picit várt. De látta, hogy rosszul vagy. Négy tűzszentésig volt türelme. Igen, állt, várt egy kicsit, nagyon megvitték a menedzserek, és aztán... Aztán szóltak, hogy ez lehet, hogy ebola. Jaj, igen? Nem ügyes vagy. Ez a por? Aha, szerintem igen. Így van. Akkor nem csak itt áll? Talált. Ez a por? Igen, ez a por, csak nem kéne elfogadni mindenkitől minden. Ne olyan fekete dzsuvát fújsz ki az orrodból. Ne, nem esik, kérlek, tudjuk mindannyian, hogy mi van. De egyébként a tegnapi még nem is volt olyan nagyon gázos, ilyen majd hónap után. Akkor durább lesz? Hát persze, ha nem esik az eső, akkor tudod, fölrúgják. De azért, amikor fölmegyed a színpadra, és így visszaüvölt 80 ezer ember, azért annak ott volt energiája. Meg az, hogy ugye egy szágitáros előadóként, kicsit szerintem egy csomó emberbe maradt is egy pici hiányérzet, hogy nem úgy hallotta a dalokat, de azért ment adott. Tehát, hogy kijön egy szág gitárral egy csávó, érted, és 80 ezer ember. Oh, Ed! Igen. Hallgatod, aztán. Többet a kontrollba! Na, nagyon neki nem kell. Egy csávó, két hangmérnök. Hát ez a jó leosztás. Óriási. Az jó leosztás. Óriási. Nem kell nagyon vitatkozni a gázsin. Nem. Emiatt nem fog feloszlani a zenekar, nem. hogy és van osztás. És biztos, hogy egy 50-50-be osztanak. Aha. És magángépe van. Igen, magángépe jött? Nem, magángépe van a csávónak, igen. Amíg szerintem egy ilyen gázsiból megvan a gép, de... Jó. Nagyjából egy két szigetes fellépésből megvan. De az is egy sárkány repülő valójában. A magángépe is. És a hátára cellukszozva a gitár, mi? Jó, egyébként felmentem így a honlapjára, és megnéztem, hogy azért ő tolja továbbra is ezt az egyszerű srác imincst. Tehát, hogy egyszer nagyon, nagyon helyes kis egyszerű dolgokat, kis dománcozó bögrét, meg mit tudom én, ilyen dolgokat lehet kapni, és bojtossapkát, meg ilyeneket. Na, de hát gondolhatod, hogy abból az egyszerű kis dománcozó bögréből, mert a kis bojtossapkából hányra. Eladtak meg 8 milliót. Igen, ilyen 15-20 dollár környéki árakon vesztegetik őket. Fia, a csávó utcazenész volt, az utcán élt, lakott, és ahhoz képest érted, most megkeres nem tudom hány igen. millió eurót, lehet, meg dollárt fellépésenként. Igen, na jó van, megnézzük, hogy kivel játszunk itt a játékosunk. Halló, jó reggel! Szép jó reggel, sziasztok! Szia! Hello, Joci, mi újság, Joci? Nincsen semmi, azt nézem, hogy a Feri milyen időjárás mondott, de már három napja mondja az eső, de semmi nincs. Hát figyelj, mi csak abból dolgozunk, amit átküldenek, tudod. Ja, értem. De tegnap esett nem igaz, mert például a szigeten is a végén volt egy... mint egy 5 milliméternyi. Volt valami kis aprócska, igen. Kivel játszanál? Ha veled, Balázs, ismét.
hogy hallgassalak még tegnap. Csak most élőben. Mm-hmm. Ja, mert tegnap mi volt? Kikaptam? Ki? Nem is emlékszem. Jó, nézzük meg, hogy mire megyünk egymással. Gyorsan. Nézzük. Mehetünk? Persze. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy, Balázs? Itt vagyok, persze. Jó van, rendben van. Te is itt vagy? Érdeklődő. Hallasz rendesen? Itt. Jól hallak titeket, persze. Voltál tegnap? Egy sirenen? Nem. Oh, jó. Köszönjük szépen. Jó van, na. Szép volt, Balázs! A hét első győzelmét arattam. Ezt most vitted. Na, én most muszáj volt, mondtam, hogy felpörgök. Na, ez persze nem volt igaz. Nem jó, cikám, honnan hívtál minket, ezt nem is kérdeztem. Most Pestről. Pestről. Hát. Van ez így. Nem. Majd megpróbálom még egyszer. Hm. Jó, játszunk majd valamikor még egyet. Kicsit. Jó? Jó, próbálkozok. Úgyis már jó ideje próbálkozok. Na látod, hát akkor legközelebb tovább fog tartani. Ja. Jó? Erre valószínű. Igen, jó. És bízunk benne, hogy hasonló hatásfokkal. Már mi szempontunk miatt. Igen. Kell igen. A pont, ne haragudj, Jóci. Nem haragszok, de hogy haragszok. Jól van, köszi a játékot, ciao, ciao. Sziasztok. Hello. Hello, ciao, ciao. Hello. Jó van, gyerekek, hát ez így van. Gyors, rövid kis győzelem. 81-61, jövünk, a nyomotokba vagyunk, ott lihegünk. Már csak egy 20-as. Ilyen, meg lesz a hozzát. Vége van. Na jövünk mindjárt, 7 óra, pontosan itt vagyunk a hírek után. Itt vagyunk, három mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók! Tata Komárom között Győr felé egy autó elütött egy őzet, az őz a sáv közepén fekszik, az autó az út jobb szélén áll, úgyhogy hát igen, ott baleset van, úgyhogy mindenki. Vigyázzon, Tata Komárom között Győr felé egy autó, azt nem tudjuk még, hogy melyik úton. Tehát, hogy ez az M1-es, vagy ez az 1-es. Segítsetek egy picit, jó, hogy ez melyik lehet igazából. Elméletileg az M1-esen van. M1-esen van? Vadrács, már hogy van vadrács, úgyhogy oda nem tud fölmenni, de láttunk már autópályán őzet. Igen. Szia, Jani, itt vagyok, írt Ábel. Á, na nézd meg, mi és? Is. Ja, szia, Ábel. Milyen gondos. Eltűnt ő most egy ideje, eltűnt, de nézd meg, itt van. Így van, volt is hiányérzetem, ja nem. Hát majd az őszi roadshow, mert hogy nem sokára indulunk, majd erről is beszélünk az őszi roadshow-n. Igen. Nyár van, ne beszéljünk még az őszi rócsóról. Hát, figyelj, itt van azért már a nyakunkon, tehát, hogy ez úgy fog elreppenni, ez az egy hónap is, mint a pit. Az nagyon durva volt, ennyit elárulhatunk, egy ilyen kisebb szélszérte kezdetünk tegnap, vagy tegnap előtt jött a kiváló szélszes kollégánk, nagyon szeretik, igen. Nagyon ügyes, és mondta, hogy figyelj, Balázs, van egy kis időd, mert hogy szólj már a fiúknak, le kéne ülni, megbeszélni valamit. Na persze, gyere, nyugodtan beszéljük meg. A karácsonyi mikulásos dolgokat. Normális vagy, igen. János. Nyár van. Hagyjál ezzel engem békén, de hogy muszáj, mert hogy effektíve költenek a cégek, be kell tervezni, a karácsonyi mikulásos dolgokat kell megbeszélni. És ez levert a víz, hogy lassan egyébként fordulunk rá. Tehát itt véget jön a szeptember suli, és ez csak jönnek a kellemes. Na, mi legyen december 6-a? Mikor? Hülye vagy? Észre, hogy augusztusban itt van. Egy teraszon ölünk rövidgatjában. És talán beültünk egy értekezletről, megbeszéltük, hogy mi lesz karácsonykor és mikuláskor. Itt hát ez... Szóval. Ami jó hír, hogy nem jön át. Igen, igen. Na, gyerekek, hát örömhírt olvastunk. János nagyon fog örülni a témának leginkább, mert hogy ő a legédes szájúbb. A 2019-es Great Taste Awards-on egy magyar kézműves csokoládé manufaktúrában készült praliné nyerte el a 3 aranycsillagot. Hoppá! Hát nem gondoljátok, drága hallgatók. Jó, első persze, kérdésünk hányból? Első kérdésünk hányból? Igen, nem gondoljátok, hogy nem fogjuk ezt mindjárt megkóstolni. Zala Judit csokoládé mester itt van velünk. És Zala Viktor, hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Férj és feleség, vagy testvér, mit kell, hogy kell elképzelni? Férj és feleség. Férj és feleség. Nem ugyanabból a megyéből származik. Igen, vagy csak egy különleges névazonosság. Na, mit jelent ez pontosan tulajdonképpen, hogy 3 aranycsillag, amit ez a bombon megnyert? Ez micsoda? Ez a Great Taste Awards egy londoni világverseny, ahol különféle kategóriákban lehet nevezni élelmiszerekkel, és mi bombon kategóriában, illetve töltött csokoládé kategóriában neveztünk. 3 csillagot lehet elérni, ez a maximális eredmény, és ezt értük el az idén a világon egyedüliként ebben a kategóriában. Tehát vagy 1, 2, 3 csillagot lehet nyerni, és ez pontosan. A 3 csillag a legdurvább? Tehát az a... Igen, igen, ez a teteje. Az a teteje. Senki aha. Más nem kapott, ti egyedül? Igen, ebben az évben csak mi. Mármint ebben a kategóriában. És ez nem a szűkös mezőny miatt volt?
Hát nem. Indult. Azt nem tudjuk, hogy pontosan ebben a kategóriában hányan indultak, úgy általában minden kategóriában 12.700 akár hányan indultak, tehát azért sokan. Gyerekek, egy ilyen zsűrit bevállalnál, Jani? Egy 12.000 bombont kéne lekóstolni, zsűrizni. Igen. Hogy? Csak a víz, amivel nem, ez nem mind bombon, azért azt hozzá kell tenni, tehát ebben vannak húsok, italok, ők szépen ellakmároznak ebből hónapokon keresztül. Februárban kezdik a kóstolást, és valamikor júniusban fejezik be, az is hosszú és így augusztus 1-én hirdetnek eredményt. És bárkinek bármilyen jó kajája van, az benevezhet? Tehát nekem van egy jó bélszínem, neked van egy jó csokoládéd, neki van egy jó, nem tudom, mi az viheti, és megkóstoltathatja? Igen. Aha, de vannak külön kategóriák, tehát én nyilván gondolom a... Igen, rengeteg kategória van, tehát a csokoládéban egy önállóan is van egy néhány kategória, három kategória. Három kategóriában. Mm-hmm. Mm-hmm. És akkor ez egy kézműves kis hazai magyar csokoládi manufaktúra, ami vagytok tulajdonképpen. Igen, mi 6 éve kezdtük, és családi vállalkozás vagyunk, azóta elég sokat nőttünk, meg nyári vonallal is kiegészítettük, mert a csokoládé ugye az egy eléggé szezonális termék. De ezt így azóta folyamatosan csináljuk és fejlesztjük, igen. Egyébként ugye az élelmiszerből jöttetek, vagy átképeztétek magatokat, ha ez egyik villanyszerelő volt, a másik ápolónő, és teljesen pálya elhagyók vagyunk. Én multivilágban voltam évtizedeken keresztül, a Judit is hasonló vonalról jött közgazdász, csak ő otthon volt a gyerekekkel sokáig, de hát szerintem erről meséljen ő inkább. Szépen aludtak a gyerekek, ráértél, és elkezdte egy csokoládét csinálni? Hát így nagyjából 10 év után, igen. Ez amikor jó, már szépen aludtak. Igen, az első 10 nehéz volt, de utána igen, nem tudom. Igen, ez így van. És amit most nekünk hoztatok, az a 3 arancsillagos? Tehát az, ami megnyerte magát a versenyt? Így van. Aha. A Beriolet pisztácia. Wow. Ilyen pisztácia? Beriolet, ez egy fantázia név, mivel a benne lévő piros gyümölcsös zselé, főként málna, egy kis áfonyával és ibolyával megbolondítva, Berry, Violet, így. Micsoda titkok! És van egy Rádió 1-es kis logóval ellátott külön kis ajándék nekünk a kis 4-es dobozban. Hát nagyon-nagyon drágák. Igen, az fondant cukros pisztáciával. Az is Violet? Az magyarokralinél. De gyönyörű egyébként. Az 3 hónapon keresztül kóstol a zsűri, de elfelejtik, mit kóstoltak az elején, mire a végére érnek. Nem, azért ez úgy működik, hogy kóstolja egy 5 fős asztal, ő mond egy véleményt, azt mondja, hogy ez mondjuk 2 csillag. Átmegy egy kontrollasztalhoz, ott azt mondják, hogy nem, ez 1 csillag, nem 3 csillag. Hogyha egyetértés, vagy azt mondja, hogy ez, igen, ez 2 csillag, hogyha egyetértés van, akkor lezárják a témát, hogyha akkor megy egy harmadik. Igen. De egyébként tehát volt olyan év is, hogy egyáltalán nem osztottak 3 csillagot, uh-huh. Tehát ez nem úgy van, mint mondjuk egy úszásban, hogy első, második, harmadik és rangsorolnak. Ahhoz, hogy valaki megkapja a 3 csillagot, ahhoz 25 bírának kell egyetérteni, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, ez 3 csillag. Tehát a 25-ből egy azt mondja, hogy a gyerekek, ez nálam csak 2. Uh-huh, akkor bukta. Tehát akkor ez semmi más nem szól, ez tényleg csak a minőségről, meg így a minőségnek az értékeléséről. Így van, és ez csomagolás nélkül megy, kódszámot kap minden termék, megy az asztalra. Tehát nem te állsz ott a kis kezelő a tálcával, nem. Hello. Én vagyok, egy kis készpénz. Hogy néz ki ennek az elkészítése? Kíváncsi vagyok, mire ebből összeáll egy ilyen kis pici kis történet, amit hát látok. Kézi, akkor írd a matlamacera. Ránéz, megfogod, megeszed, megízleled és lenyeled nagyjából ez. De mire azért ez a dobozba kerül? Hát ez óriási meló. Két nap, amíg igen, készül. Igen, ugye először is a formát kell díszíteni, az öntőformát, kiönteni a csoki burkot, és visszafelé, tehát kívülről haladunk befelé, belekerül a töltelék, ez egy 2 rétegű töltelék, mert ugye az említett piros gyümölcsös zselé mellett van még egy nagyon jó minőségű pisztáciából egy pisztácia krém, és aztán jön utána rá a talpa. A talpa az az alja? Igen. Aha. És maga az alapanyag azt külföldről szerzitek be? Tehát gondolom egy csomó mindent hozatni kell, nem? Nagyon sok helyről szerezzük be az alapanyagokat. Hál' Istennek Magyarországon is van egy-két olyan nagyker, aki avval foglalkozik, hogy csokoládé készítőknek szállít alapanyagokat, például csokoládét, gyümölcspüréket, 100%-os gyümölcspüréket, nagyon sokféle alapanyagot, liofilizált gyümölcsöket, de sok mindent szerzünk be Amerikából, Angliából, Franciaországból,
sok helyről. Tehát ez is egy nagyon komoly kutató munka, amire oda jutunk, hogy mindent beszerezzünk. Nem is tudtam, hogy a csokoládé szezonális. Én azt hittem, hogy az úgy télapó karácsony, igen. Igen, hogy mondtátok? Nyáron van ráadásul. Aha, tehát, hogy akkor van nagyon keletje, vagy akkor viszik nagyon. Hát igen, leginkább azért ezeket a termékeket ajándékba vásárolják, illetve hát nagyon sok cég ajándékoz karácsonykor, illetve hát ilyen szülinap, valentinnap, ez mondjuk kisebb részt képvisel, de ma még azt látjuk, hogy az a tendencia, hogy a prémium minőségű termékeket, így főleg a csokoládét is, leginkább olyan 80%-ba ajándékba veszik, és ugye ez a karácsonyi időszak. Hát ezt mindennek kapcsolatban elmondják, hogy a magyar piac érzékeny túlad. Igen. Tehát, hogyha a gyereknek veszel, akkor nyilván nem ilyet fogsz venni, hanem táblásat a boltban. Valószínű. Hát igen. Kérdezzük, hogy a praliné nyert, akkor prali úr nem lett féltékeny? Ha Praliné megnyerte, akkor azért a Prali úr nem. Nem tudom, azt kérdezzétek meg, Viktortól. Nálunk a Lőrincén inkább a Praliné az, ami. Praliné, igen. Csak ezt úgy kell elképzelni, hogy a garázs egyszer csak átalakult, és egyszer csak a garázs helyett a slag igen. helyett egy csokoládéból, egy szökőkútból folyt a csokoládé. Egy téli gumik fekvenyő rompad ki, mennek itt szélre. És aztán egyszer csak az egy csokoládé öntő műhely lett? Nem, alapvetően én tortákkal kezdtem. Aha. Saját gyerekem. De nem sikerült. Nem, saját lányomnak a 10. születésnapjára csináltam egy ilyen burkolt tortát. Hát most így visszatekintve azért hagyjuk inkább. Aztán egyre több tortát csináltam családban, barátoknak, és elvégeztem a cukrászképzést, és mikor éppen vizsgáztam volna, valahogy találkoztam a csokival, nem emlékszem a pillanatra, de annyira beleszerettem, hogy utána már teljesen egyértelmű volt, hogy cukrászat az nagyjából kuka, és csoki lesz az én terepem. Először hobbiként indult, illetve úgymond egy ilyen kiegészítésként. Ilyenkor mindig és... jön egy rokon, akit megkínálsz, és azt mondja, hogy te, Juditkám, nekem igen. ebből kéne érni. Igen, olyan jó lesz, Juditkám, olyan jó lesz. És ha de... szerencséd van, akkor egyébként tényleg ebből kéne élned. De valójában egyébként ez úgy történt, hogy 2013-ban indultunk, és 2015-ben kezdtünk el versenyezni, tehát nekünk nem ez az első versenyünk, most már 5 éve versenyzünk, ezzel a díjjal együtt 25 díjat hoztunk már el nemzetközi versenyekről, és... az első ilyen nagy díj után, ahol 2 csillagot nyertünk az egyik bombonunkkal, és abban az évben ugye nem is volt 3 csillag, akkor figyeltek fel jobban ránk a viszonteladók, illetve a fogyasztók, és ott indult el az, hogy akkor ebből kéne élni, és hát most már hány ezeret kell legyártani, mire az első valójában sikerül? Mert azért azt úgy el tudom képzelni, hogy ezen megfolyik a máz, annak az alja nem sikerül. Tehát ebben lehet pár ezer, mire az kijön az első tökéletes bombon az ember keze nem, alól. Egyébként nem. Egész jó oktatási anyagok vannak az interneten is, illetve hát van olyan nagykereskedés Magyarországon, csoki nagykereskedés, akinek szintén van akadémiája. Ha valaki azt elvégzi, akkor azért egész biztosan tud nekiállni. És nem mondom, hogy néha nem csapunk agyon egy-egy bombont, amikor kiszedjük, de azért alapvetően nem szoktuk elrontani. Rokonok, barátok mondják már karácsonyonként, hogy most már valami sósat, ha lehet. Egy kis sajtos pokit hozzatok, bárhoz már jó volt a bombokból. Van sós egyébként, képzeld el, van töpörtős bombon is. Ja, meglátom, hogy itt van nekik csípősük is. Csípős bombon? Orosz rulett, tudod. Igen, tehát, hogy az egyiktől lerobban a fejed a végén. Persze, csilis az alap. Igen, ez a csokinál, ez most befolyt, ez a kézből csokiknál, hogy csilivel ízesítik, édeset tesznek bele, különböző virágszirmokat tesznek, tehát az ember látja, hogy azért így mindenfelé menni kell, hogy széles legyen a paletta. A bombont azért szeretjük egyébként, mert a változatosság, a kreativitás az kimeríthetetlen. Még az előzőhöz a pályakezdéshez annyi érdekességet elárulok, hogy Judit ezt jelentette ki, amikor a csoki felé fordult, hogy na a bombon lesz az, amivel nem fog foglalkozni, ahhoz képest az a fővonalunk. És ez a 3 csillag, ez most jelent valamit, vagy ez inkább egy ilyen presztízsbeli elismerés, de maga igazából mondjuk külföldi értékesítés, vagy bármi, ez nem lehet mondjuk a szavatossága, vagy az eltarthatósága miatt. Igen, ez külföldre nehéz vinni, mert ugye nyáron elolvad, hamar megromlik, mert nincsenek benne tartósítószerek, úgyhogy ezt főleg Magyarországon értékesítjük. Ez egy komoly presztízsbeli kérdés. Be akartuk húzni a 3 csillagot, mert most már ugye évek óta versenyzünk, úgyhogy ez is végre megvan, nagyon örülünk neki.
De alapvetően ez inkább egy ilyen felelősség egy idő után, mert tartani kell ezt a szintet. Aha, tehát hogy innen már nem lehet visszaesni. Feri, valami jó sztékkel te is el tudsz indulni. Az hát, igen, hogy bombonnal... csak szerintem sütve nem jó kiküldeni. De ott megcsinálod, érted? Tehát bármit ki hiszel. Ki sem lehetsz, hallod, nem lehet. Tehát itt csak, szerintem kész terméket meg alapanyagot. Tehát a sték az... Vagy ízésült kolbászt? Hát ott. Mustárra, kenyérre, fehér kenyérre. Tejfölös sajtos lángos. Kész terméket kell kivinni, tehát ott már nem csinálhatod meg? Mi nem csinálhatjuk meg. Sokan küldenek ki friss árut, mondjuk egy frissen sültet. Ez milyen? Bennem sültet. Úgy, hogy el kell küldeni az elkészítési utasítást. És ott van kint egy konyha, és akkor ott frissen, közvetlenül a kóstolás előtt elkészítik. Igen. De akkor nem te csinálod meg, hanem valaki megcsinálja neked. Igen. Tehát az alapanyagot ki kell küldeni, a receptúrát, a pontos leírás mindent. Képzeld már a szituációt, amikor berakod egy dobozba a pohár forró csokit. Igen. Benevez egy töltött káposztával. Igen. Berakod a darázsúst, a tejfölt, a káposztát, leírod nekik, és csinálják meg. És elhozod a két csillagot. Kiküldjük az űrlángosunkat. A kis lángosunkat egyébként. Teljes technológiai leírás. Igen. A magyar dolgokkal azért vigyázni kell. Tehát nem nagyon érték. Tehát mi az első évben konyakmeggyel, nagyon-nagyon jó a konyakmeggyünk, konyakmeggyel is neveztünk, és nem értették, tehát keresték benne a cseresznyét. Uh-huh. Mert ugye azért elég komoly visszajelzést kapunk, így az asztalok értékelését, és ott azért, ami sokszor nagyon jó, mert tényleg építő jellegű kritika van mindig, de azért ebből azért lehet látni, hogy nem biztos, hogy mindig érdemes mondjuk hungarikumot kiküldeni. Meg más az ízlés szerintem. Én nagyon sok konyakmegyet végigkóstolgattam, már az egyik kedvencem, és a külföldiek szinte mind nálam gagyi számba mennek. A magyarok a legjobbak, tényleg. Tehát, hogy egyszerűen, lehet, hogy az ízvilág is egyébként más, máshoz vagyunk szokva. Amit külföldön lehet kapni, ez nekem soha nem jött be. Na, ezt pont még nem kóstoltam külföldön, de hát igen. A disznósajtos bombonnal lenne esélyed egyébként, azt mondják Feri, hogy egy ilyen kis egyveleget kellene csinálnod. Disznósajt, és mibe csomagolom? Mi a külseje? Az csoki? Az csokoládé, tehát vagy disznósajtos bombon. Tepertős már van. Tényleg sós ízekben nem utaztok, tehát a csokoládé és sós, nem? Ó, dehogy nem. Hát ott például az egyik bombonunk, ami az idén nyert, az sós karamella, a másik az meg egy citrusos karamella. Ezek olyanok, amit a Judit a tévek át nyüstöltem, hogy legyen más sós karamellánk, hát nem igaz, hogy nincsen, és akkor most így megadta magát, és megcsinálta, és még egy másik idei versenyen nyertünk is vele egy egész jót, úgyhogy érdemes volt, meg hát nagyon szeretjük, népszerű. Azért az a zsűri nem beülsz, és három hónapig bármit. Hát csak azért vannak jó hivatások, azon gondolkozom. Mit tegyek? Bombon tegyek? Stéket tegyek? Jaj, hát van, mit akarok kóstolni? A pályaválasztási tanácsadó, ezt nem mondtál. Na, hát nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen ezt a kis külön Rádió 1-est is egyébként, amit csináltatok. Nagyon kis kedves figyelmesség, igen. És hát nyerjetek még sok csillagot, ezt kívánjuk. Mi ez pontosan? Milyen összeállítás, amit kaptunk? Mindenki más, vagy mindenki ugyanaz? Mindenki ugyanaz, igen, tehát ez a díjnyertes bombon, egy venezuelai 70%-os étcsokoládéban, két fajta töltelék, egy piros bogyós málna, áfonyai boja, tehát dominál a málna, illetve egy pisztácia töltelék van benne. Ferenc már meg is kóstolta, gyere, pedig Feri nem édes szájú. Nem édes nagyon szájú. Nagyon komoly. De azért... Már más, így mint van. A Dunakavics, nem? Kicsit, igen, mondjuk azon nőttünk fel. Jó, hát Zizi és Dunakavics érte. Most már azért ez picit meghaladta azt a kort. Feri dominált már egy-két Ibolyában, de most pont fordítva tört. Most már az Ibolya dominál az Ibolya. Feri szájában. Igen. Na, büszkék vagyunk rátok, és gratulálunk. Köszönjük szépen, hogy hoztatok ajándékot, és hát nyerjetek még sok-sok csillagot. Gratulálunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. 3:48 lesz, 2 perc múlva állom mindenkinek. Jó reggelt. Lakkal fújjuk a lángost. Hát az volt, hogy fixálni kell rajta a sajtot. Ez volt a kérés, ugye? Igen, igen. Én hozok sokat, úgyhogy lesz reggeli, lakkot. Tehát azt megcsináljuk, itt megsütjük, de lakkot is, igen, hiszen lakkozom ugye a fanszörzetre. Jó, én meg majd hozok sok bilagitot. Jó, és akkor te eszel, egyet lelakkozunk, és ez mehet az űrbe. Hú. Most Laci azt mondja, hogy nem megy lángos űrbe. Hát mondom, olyan Isten nincs. Mi? Küldünk. Ha hogy ne küldenek? Na, le hát kell lakkozni. Le kell lakkozni. Azt mondták, lakkozunk, akkor lakkozunk. Féltek, én nagyon kivagyok rá éhezve, mert a Móni nem szereti, neki megfekszi a gyomrát, úgyhogy akár egyszer mindig belül. Jó lángos? Jó, nem. Ja, igen, nem.
Ja, egy jó lángos? Nem, köszönöm. Esetleg egy? Nem. De is ilyenkor olyan nincs, hogy ő vesz magának egy nem tudom mit, te meg egy lángost? Nem. Mi egy csapat vagyunk. Egyik sírunk, egyik nevetünk. Mikor van a kibocsátás? Hétfőn? Hétfőn. A kibocsátás. Csak az elbocsátás. A kibocsátás. Ne lőd el túrkorán a patront. Hétfőn csináljuk? Hétfőn. Aha. Jó idő lesz? Front jó. Hatás, igen, bármi nincs, van? Semmi. Az a lényeg egyébként, hogy nem is annyira a front, hanem hogy ne legyen szél. Tehát ne az legyen, ne hogy fennakad a szabadság szobran, aztán a lángosunk a kis léggömbünkkel együtt. De van esőnap? Esőnap vagy szélnap ilyen van, tehát hogyha ha nem sikerül a fellövés, akkor kapunk új lehetőséget. Akkor van egy második, uh-huh. Akkor kedd. Igen. Vagy hétfőn mindenképpen lövünk. Persze. Tehát ha hideg van, ha meleg, ha fúj, ha nem fúj. Hétfőre gyönyörű, szikrázó, napsütéses, felhőmentes időt mond. De szélmentes? Na, megfogtalak mi? Nem, bozog, tornádó lesz. Nem lesz se, nem. Tökéletes idő lesz. Jó. Tökéletes időt mondanak. Minimum 22 fok, maximum 35 fok. Derült, maximális széllökés 39 km/h élénk szél. Na hát akkor ez lehet, hogy ez a rész egy picit így imbolygósabbá teszi a dolgot. Na jó, hát akkor jó idő lesz. Gyerekek, jön valami meleg rekord. Olvastátok, hogy 38 jövő éten, hétfőn kedden elérjük a csúcsot. Tehát az lesz ott azt hiszem a nyár. Igen, csúcspontja. Akkor robban a nyár. Csúcspontja. Robban a nyár egy napig. Délután. Igen. Miért kell ezt a lángost lelakkozni? Mi ezt nem értünk? Elcsúszik és összekeni a izét, a GoPro-t, vagy amit tudom. Egy kicsi dobozban megy, ahol lesz a lángos. Igen, azt mondta a kilövés vezetőnk, és a projekt egyik fontos kulcs személyisége, hogy nem lehet olyan cuccot beletenni, amiről lehullhatnak dolgok. Igen. Már pedig a sajtos tejfős lángosról lehullhat a sajt. Hát akkor ilyen food stylist stílusban fogjuk majd tolni. Vagy mondjuk becsomagoljuk egy izébe valamibe, zacsiba. De nem jó, mert az nem környezetbarát. Uh-huh. Hát, akkor papír zacskóba. Igen, kíváncsiak vagyunk egyébként. Hétfő lőjük szerintem mikor? Hát ilyen 8 körül, nem? Uh-huh. 8-ra úgy figyelje mindenki, vagy úgy hallgassátok, hogy 8-kor. Jó. Ki 8 egy számlálót, egy visszaszámlálót a honlapra? Hát, nézd, ismerő a honlap nem. Szerkesztési elveit, moráját. Nem. Így van. És amilyen állapotban van egyébként a honlapunk. Nem, hát ki tudsz rakni számlálót szerintem. A izére tudsz kirakni Instára, a Instára. Instastoryra, Instára ki tudsz rakni számlálót. Tehát oda ki tudod rakni. Nem tudom, hogy fotóra, gifként, vagy storyba tudsz számlálót kitenni. Nem tudom pontosan, hogy van. Storyba tudsz. És akkor 24 óráig van ki a sztori. Tehát ezt akkor vasárnap reggel kirakod, hogy 24 óra múlva fellövés. És akkor úgy meg tudod csinálni. Szerintem legyen. Jó. És legyen egy óralap, ami valójában nem egy óralap, hanem egy tejfölös sajtos lángos és azon. Számolat. János, akkor szeretek. Csinálja ezt, megköszönjük szépen. Jó, tehát az, igen, mondom, azt meg tudod neve. Vagy esemény neve, már tudsz ilyet, de most ezt sztoriba csinálod egyébként? Vagy ez csak egy visszaszámlálás? Aha. Amit aztán nem tudunk kitenni sehova, tök jó. De csinálgassad, Zsú. Na, de meg lesz. Hétfőn, 8-kor. Kirakod a honlapra? Nem, holnapra kell ki. De mi a Balázsékos honlapra? Mi az még megy? Az van? Vagyunk még honlapon? Szerintem azt ne erőltes. www.morningshow.hu vagy mi a honlap elérhetőségünk? Hol tartunk most? Na. Jó, gyerekek, oké. Okay. Tehát hétfő reggel 8 órakor lőjük a történetet. Egy lángos ki magasabbra tör, mint Klein Dávid. Hát bizony. Hát olyannyira magasabbra, hogy az 20 ezer méter. Bizony. Vagy talán 30 ezer méter. És oxigénpalac nélkül. Serpák nélkül. Értem. Minden nélkül. Bizonyám. És innen az a laptábárból. Én behozom arra a gyereket. Jó. Nem hozod be? Szerintem ezt imádnál, nem? Nem. Macera neked ide, korán kellni, fel kell tenni, mi? Aha. Vagy a békát megbízni, na. Hogy most keljenek föl azért, hogy bejöjjen. Az korai, az lehet, az korai. Igen. Na, de mindent a műsorért, meg a gyerekek öröméért. Már amennyire. Örül egy lángosra. Figyelj, ők vághatják szét, vagy el a nemzeti színű szalagot, ami majd ide köti. Ne ígérj olyat, amit nem tudsz teljesíteni. Hát hogy, honnan nem voltál még kilövésen, hogy ott van ilyen, hát hogy egyszer csak elvágsz egy madzagot, csak mondom, és meg... senki nem volt még ilyen kilövésen, mert hogy érted, kilövésen. A világtörténelem első lángos felbocsátása. Igen. Belekerülünk majd ebbe a magyar űrkutatási almanakba? Persze, majd a híres lángos kilövők. De jó fog kinézni, nem? 2019. augusztus, mikor van az? Augusztus valahogy, 18, nem tudom. 12. reggel 8 óra.
az első lángos. Magyar lángos. Szerintem lángos még nem volt az űrben. Nem. Sok minden volt már egyébként. Lángos képű volt már. Lángos képű volt már, nem is egy orosz űrhajós, lángos képű volt a becenem. De lángos ebben a formában még nem volt az űrben. Csak már ide jönnek hatkor, beszerelik a technikát, mm-hmm. A meteorológiát, a GPS-t, a kamerát, hát az irányító egységet. Egy taxi hátsülésén jönnek majd, gondolom. Na nem, de a lufit nem hozhatod, ez egy meteorológiai léggömb. Igen. Hát lufi, a lufit nem hozhatod fölfújva. Azt nem. Azt itt kell fújni. Azt itt kell majd. Hát és ugye valamilyen, ugye levegőnél könnyebb gázzal. Te, hogy... Hallod? Hogy tudsz ilyen jól lenni csütörtök reggelre? Bizonyám. De nem is egy lufi lesz állítólag, hanem több lufi lesz. Aha. Tehát ez két vagy három lufi. Szeretem, hogy ilyen fölkészültek vagyunk az űrprojekt. Vagy ritkán bocsátok föl ilyet. Én nem tudom, hogy ezt hogy kell elképzelni. Nem is láttam még ilyet. Lufi. Nagyon kíváncsi vagyok, ez hogy néz ki egyébként technikailag is, és hogy azért mi kell ahhoz, hogy elérjél 30 ezer méteres magasságba. Ez szerintem nem túl bonyolult. Hát maga a fölvitel, ugye azt de maga a légkömb az elég, a spéci, az Amerikában nem tudom honnan jön, az egy spéci kis cucc, azt mondták, hogy viszonylag az drágítja meg maga a légkömb. Az egy speciális anyag, ahogy fújod, ahogy hozod, ahogy hozzányúlsz, tehát hogy az a lelke az egésznek. Aha. Ahogy van a jeladó benne, az is fontos, uh-huh. Hogy ugye megtalálják, van a kamera, tehát azért nem egy egyszerű sztori. Nem. Jó, de úgyis a lényeg az, hogy tudjunk héliumot szívni és nem beszélni, nem? Igen, de az csak nem az van benne. Azok a 30 ezer méterre már látszik a föld görbülete. Legalábbis Felix Baumgartner alatt látszott 32 ezernél. Uh-huh. Tehát ez felmegy 30 ezerre, ahonnan Baumgartner ugye ugrott, akkor ott már látjuk, hogy görbülünk. Ez már az volt, hogy a Minardi-tól eljött? Igen, amikor már ugromókus lett belőle, persze. Igen, ez amikor a Minardinál megszerezte az egy pontot. Aha, és akkor utána új babérakra tört. Érdekes, például az én görbületem sokkal alacsonyabban is látszik már. Kíváncsi vagy erre? Mutatsz egy görbét? Én meg szívesen megnézek egy görbét. De azt meg kéne nézem a nadrágodban. Várjál, de csak 9-kor kell. De mit látok, egy eskanyart? Vagy ott egy szerpentit látok szerintem. Hallod, egy hajtűkanyar. Csicskalángos lesz? Kérdezi valaki? Lehet egyébként. Én ráviszek egy pörgőt valakire, nagyon szívesen. Az a Baumgartneres, én arra mind a mai napig arra gondolok, egyébként időnként fel is szoktam egyébként menni a netre, aztán megnézem ezt az ugrást, ez figyeljetek, az egyszerűen megdöbbentő volt. Én nem is tudom, hogy volt-e azóta valami hasonló, nem emlékszem rá, de ez egy csodálatos dolog volt. Tényleg. Egyszerűen lenyűgöző volt. De akkor tulajdonképpen mi volt az értelme, amikor a Baumgartner kiugrott? Hát semmi, de... 3 évig készült rá, támogatta egy energiaitalcég, felment, hogy a és ejtőernyővel ugye kiugrott. Igen. Először szabadesés. Igen, egy elég komoly szabadesés, elég komoly pörgéssel, és aztán a csávó kiugrott. De ugye ő kiállt egy ilyen kapszulának a szélére. Igen. És képzeld már, most gondolj el, hogy... És azt mondta, hogy itt a hazam, most hazamegyek, és leugrott. Egy 50 méteres bungee jumpingról is, hogyha leugrasz, és még nem csináltad, és van egy kis félsz benned, akkor azért összecsinálod meg. Tehát ugye az is, hogy de ez az ember, ez látta kívülről, fentről az egész bolygót. Ott volt egyedül, és egyszer csak így fogta magát, és így és leugrott. És nem döntött, hogy hova fogsz ugrani. Igen. Hát meg ugye ott az volt a para. Úgy, ott a piros kereszt, azt kéne eltalálni. Igen. És csodálatos de azt felvédel, nem, ezt a jó helyre ugrott. Hát jó, hát persze. Tehát ott az valami nyilván ki van számolva, hogy mikor kell elugrani, honnan ugrasz, hát de azért... Ott a nagy, ahol ezeket az autókat is tesztelik, nem tudom milyen, nevadai, ez a nagy sivatag, vagy hova érkezett, meg Győr, Moson, Sopron megye. Kecskemét határában ugye. Kerecsen. Ott csapatnak a gáton. Komárnó. Szóval igen, de ott nem is az volt a lényeg, hogy milyen magasról ugrik, mert neki volt ugye ilyen levegőszető készüléke, hanem az volt a kérdés, hogy magát, amikor a test így bepörög, azt a centrifugális erőt, azt igen. Hogy tudja lassítani, majd megállítani és fékezni a pörgést. Ugyanis a tehetetlenségi erő miatt, nem tudom most egészen jól mondom-e, ugye nem is a zuhanási sebessége volt a lényeg, hanem hogy valamiért elkezdesz pörögni. Vagy azért, mert ott már súlytalan vagy nincs levegő. Nem emlékszem, csak nem figyeltem, mikor olvastam, meg régen volt. És tényleg brutálisan elkezdett pörögni a csávó. És ugye az volt, hogy ki tud-e abból jönni. Tehát azt meg tudod-e fogni valahogy. Vagy elszédülsz, elájulsz, és akkor ahogy elájulsz, már nem tudsz ernyőt nyitni, már nem tudod uralni a folyamatokat. És volt is egy pont, amikor így mindenki egy picit megijedt, ugyanis úgy bepörgött a test, ami zuhant.
Aztán ez valahogy kijött belőle, vagy kiszedte, de a stabilizáláson múlt a lényeg, hogy az attól féltek a legjobban. Nem esett pánikba, meg tudta oldani 39 ezer méter magát. Most nézem a videót, belúlik a semmi bacsávó. Igen. Hát ez Jézusom, nagyon messze valahol ott van a Föld nevű bolygó, és te ráugrasz. 988 km/órás sebességet ért el az zónás közben. Az egész jó hangzik, nem? Úgy érted, hogy ezerrel száguldasz a Föld felé szó szerint. Kérdezzék a hallgatók, és igazuk van, hogy a léggömböt nem fújatjuk föl az egri matrac fújóval? Nem hozatjuk ide hétfőre a strandról? Aki ül egy strandon egy hintaszéken, vagy egy kis kempingszéken, és 200 forintért fújja a matracot? Jó idő lesz, szerintem elfoglalt lesz. Nagyobb a biznisz. Szerintem az menő lenne. És itt van a léggömb felfújója, Józsi, aki az egri szabad strandról jött el hozzánk, hogy felfújja. Srácok, ez a lufi nagy, ez 5000 lesz a fújás. És ő felfújná. Felfújná nekünk, igen. A Forma 1 után ugrott, Baumgartner? Igen, először versenyzett, és utána felment az űrbe. Igen, utána pedig elkezdett a mangalicákat tenyészteni. De tényleg. Ő most jó, azzal foglalkozik, bizony, és nagyon jó minőségben. És állítólag jó megy neki nagyon. Már azt hiszem, hogy versenyen 2 pontot összeszedett, ami pont a duplája, ugye, korábbi siker. Csúcsának. De tényleg egyébként azzal foglalkozik. És menő. És mi lesz Lexikével? Tudjuk-e kapcsolni? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hétfőn. Nagyon remélem. Balázsék Space Projectnél az űrkapszulában. Megoldjuk. Lexike helyet foglal-e majd? Ugye ez mindig egy fontos kérdés. Ki volt, aki kapcsolta? Tomi volt a kapszulában, Lexike a stúdióban. Igen, tartotta a frontot. Figyel, a legnagyobb teljesítmény, és nem ér semmit egy jó kommentár nélkül. Én azt hiszem, hogy ebből az űrprojektből, amit hétfőn történik 8 órakor, hát azért azt kapcsolunk el Lexikét. Beengedjük majd az űrkapszulába? Nézzen körül, hát nézzen meg, ellenőrizze. Hát mégiscsak van egy tapasztalat, ők már ugye bocsátottak fel űrkapszulát. Tomival. Felbecsülhetetlen értük a tapasztalatot. Fent van így 8 óra előtt Lexik egyébként? Ott készül nem. Már? De csak kérdezem, hogy, hát hogy de tudjuk... Most, figyelj, ahhoz, ez hogy, már a hétfőre? Igen, ahhoz, hogy hétfőregen 8-kor jó legyél, ahhoz csütörtök öregen 8-kor már egy kicsit így be kell melegíteni. Szerintem igen. Igen? Hát nem tudom, mert csörögjetek rá. Hát megkérdezzük, itt vagy Lexike? Ne, szerintem csörögjetek rá. Nem kell rácsörögni, a telefonján lehet, hogy kim van a mosdóban. Kim van a mosdóban? Na, várjál, akkor mindjárt rácsunk, de miért lenne a mosdóban? A izgul. Közben kicsit előtt pisilni kell. Ilyenkor... Zsül. Hívjad le, ott van a Lexike száma, közvetlen szám. Ja, hogy közvetlenül pár nappal a kibocsátásod annyira izgul, hogy a mosdóba megy? Nem, már be kell állítanod a szervezetedet. Ha tudod, hogy hétfő reggel 8-tól neked közvetíteni kell, akkor már most rászoktatod magad, hogy 3-4-8-kor pisilsz. Ja, értem. Érted? Mert hétfő reggel 8-kor már majd nem tudsz pisilni. Ha? Na várjál, akkor mindjárt megnézzük, hogy itt van-e. Megkérdezzük. Jó, maradjál te is, János, mert hívjuk Lexikét. Jó, maradj itt, ne menjél. Jó? Kíváncsi vagyok én is. Hello, Tomi! Lexike, itt vagyok. Csak akarom kérdezni, hogy tudsz a hétfőről, hogy jössz majd hozzánk a Balázsék Space Projectre? Bari, várj egy kicsit, mert a egyike nem a foglal. Szeretnék megkérdezni, hogy jössz-e hétfőn? Várjál, a felettem marad. Mi történt? A felettem marad. Tomi? Igen? Én most nem vagyok adásban, Tomi? Nem vagy, abszolút nem, hogy hétfőn lennél adásban, Lexiket, csak kellene, hogy gyere a Space Projectre, mert hogy fölbocsátunk majd mi is egy űrkabin. Mutatkos, hova tettem a Karibiánhez képen? Hát, illatosítasz, Lexike, az fontos? Jó, tudsz jönni hétfőn? Fújjad közben a púrocskádat, de jössz hétfőn? Számíthatok rám, Tomi, ott vagyok, nem tudod, hogy ez a űrprojektről van szó, vagy? Jó, mert hogy be kéne menjél majd az űrkabinba. Ellenőrizni kell a kapszulát, Lexike. Tomi, én nem megyek bárhova, ahova akarok, csak basszus, nem tudom, mi van ez állapotni ki, úgy látszik, meghajtok, várj egy picit.
cacikit ettél a hűtőből? Mondtam, hogy abban ne egyél bele a cacikiből, mert mindig bele kotnyeleskedsz mindenbe, az nem jó? Vigyázzál a kis pocakodra, jó? Lexike, hétfőn nagyon kell ez. Szűrve néztem, mert nem 9-es volt a végén, hanem 6-os, 2016. Gyere vissza, a Jani, maradj ott, ma Jani is akar kérdezni valamit. Mindjárt jön is. Te jó, leteszed? Jó. Hétfőn találkozunk, jó? Pont, de tehát mondtad, hogy te is kérdezni akarsz tőle valamit. Basszus, mit volt? Hát képzeld el, fölvettem, már készül nagyon hétfőre. Azt mondta, hogy jön, igen. Picit most még izgul a gyomra miatt, de jön, Lexike, jön. Jó? Jó. Lehet volna egy jó kérdésed hozzá. Na majd hétfőn. Hétfőn akkor Lexiketől megkérdezünk. Hétfőn megkérdezünk. Jól van. Oké, gyerekek, akkor nem elfelejteni, hétfőn 8 óra. Jó? A kutya és a cica barátoknak ne felejtsünk el kérdezni. Egyébként igen. Mert ha Lexike, akkor tudjuk nagyon jól, hogy Space Project, illetve kutya és cica barátok. Igen. Valaki csak ennyit küldött. Gyerekek, mi történik? Ki az a Lexike? Hát Budapest TV-s Lexike. Na, Lexike egy legenda. Anetka mellett volt, és most nekünk is ő közvetít majd a Space Project alatt. Jó, hétfő 8 óra, akkor érkezik a kis léggömbünk, és akkor... Lőjük. 8 óra pontosan itt vagyunk mindjárt, a hírek után senki nem menjen sehol. Balázsék! Jó kis Ed Sheeran a gyerekek, ha már tegnap itt járt nálunk, és most éppen csendesen alszik a kis szállodai szobájában, ha még nem... Haza is ment. Magára el is repült? Ja, szerintem. El is repült, mi? Ja, nem tudom, de én az van. Hát nem, két napon megint koncertje lesz, érted? Rá kell arra pihenni egy kicsit, feldolgozni a népszerűséget. Elgyűjteni az aprót. Legutóbbi utalást. Ja, igen, tényleg. Sok apró pénzért játszol, sok koncert. Hát vagy már nem van a londoni metróban. Egy kis nyitott doboz mellett. Hogy fedezték föl? Ott állt utcazenét, és egyszer csak arra ment egy ilyen jó filű. Nem, valahogy az Elton John írt egy pár dalt, és akkor az Elton fölhívta, egy szerződést ajánlott neki. És akkor az Elton kiadóján keresztül egyszer csak így hirtelen így. Nagyon sokáig zenélt. Így bejött, igen. Nagyon sokáig zenélt Elton ablak alatt, és így rohadtul meguntam. Meg. Először konzervekkel dobálta, aztán lement hozzám, agyonvert egy seprűvel, de nem ment sehova, megint zenélt. Rámelt a fehér zongorát, és mindig zenélt. Aztán elküldte a kék osztrigának a kidobó embereit, hogy intézzék el. Egyébként durva, hogy véget ért a koncert, ugye most járja be az internetet ez a történet, hogy hát, mindenki ennyi ember, mászik át ott a pulton, meg ilyen tömeghisztéria alakult ki, de én szerintem azért hisztéria nem volt, tehát nyilván kis túlzás. Van, amikor egy pillanatra egy megindul a tömeg, megijedsz, és akkor páran ott bepánikoltak és átmásztak a pulton. De az ember azon gondolkozik, hogy azért egy humoros kedvű csávó csak tapsol egy nagyobbat, vagy csak így eszébe jött valami viccesnek tűnő gondolat, nem? Igen. Megindul az emberekben. Megindul 80 ezer ember, hogy azért az, tehát hogy az milyen picin múlik mindig. És hát nyilván más koncertek máshol is vannak, tehát hogy nem csak a Szigeten, hanem ahogy így összeverődik 60-80 ezer ember. Mert más azért egy stadion, ami leűrül pillanatokon belül. Ugye? Tehát mondjuk egy Barca stadion belmiszott is, hogy 80 ezer ember, csak 26 kiárat van. Így van. 26 helyen tudsz menni, és olyan infrastruktúrája van. De azért itt egy picit nehezebb, mert ugye itt mindenki egy irányba megy, itt mindenki egyszerre megy, és mindenki egy kiáraton akar kijutni, ami maga a híd. Vagy a taxi. Tehát ez a két, nagyjából ez a két kiállatod van. Hát, ha megijedsz, akkor szerintem még a taxi se. Akkor csak a taxi se. Most abban úgy értem, hogy a Békésen sétálsz. Ja, igen. És annak ellenére, hogy ott nyilván nem volt pánik, hanem csak arról, hogy persze ekkora tömegben elképzelhető, hogy halálfélelmed legyen szerintem. Tehát hirtelen ott ketten rád lépnek, megijedsz, körülvesz egy csomó ember, neki nyomnak, és persze nem történt semmi különös, csak pillanatra van, kapsz egy ilyen mini pánikról, amiből aztán menekülni akarsz. Láttam én is, hogy másznak át a pulton emberek, nem bészes a dolog meg semmi, hát 80 ezer ember egy helyen. Azért az ilyen. És ugye mondták, hogy a K2 ídra meg nem tudnak ráengedni mindenkit egyszerre. Tehát azért is volt egy kicsit lassabb, mert hogy... Nem csak a híd miatt, hanem hogy a külső közlekedés, tehát a kint miután kimész a szigeten, azt próbálták meg lassítani ezzel, hogy így ilyen tömegeket, de kisebb tömegeket engedtek rá a hídra, és úgy lehetett kimenni. Na most ugye erről nyilván nincs infód, tehát ott állsz a 80 ezer ember
között, a K-hídtól 300 igen. méterre, akkor te ezt nem fogod tudni, hogy azért nem tudunk menni, kedves vendégeink, mert csak szakaszosan lehet kiengedni önöket, érted? Hanem azt érzed, hogy egy órája ott állsz. Hát, mi és az Isten van? Ráadásul hallják, hogy érted, hogy csak a K2-n keresztül lehet kijutni, a Dávid biztos, hogy visszafordul. Hát, nem, már be sem megy, mert ott is úgy kell bemenni. Igen. Látok egyébként, kim volt a Klein Dávid is? A Ted Sheeranen. Igen. Csak hogy mondod, hogy kimondták. Ja, 6000-ről visszafordul. Csak megtudta, hogy 10 000 a jegy, és annyira megijedtettől a számtól, hogy 6500-nél nem ad többen. Meg hát tudod azért, ennek van egy ilyen tömegpszichózis része is, hogy ketten felsírnak melletted, egy gyerek megijed, valaki kiabál egyet, nem tudod pontosan, hogy mi történik, valójában semmi, hanem egy ilyen, elindul egy ilyen hullámszerű, jaj, biztos a hátam mögött hárommal baj van, ezért futok én is, de, vagy lépek kettőt, vagy megindulok. Tehát ez mindig egy ilyen, ott a gyerek, rálépnek, valaki sikít egyet, vigyázz a gyerekre. Rengeteg szomorú, tragikus eseménynek ott van a híre, meg az emléke, még a tudatodban, elkezdesz ott mindenfélét így fantáziálgatni, hogy úristen, mi történhetett. Hát emlékezzetek vissza itt a belvárosban a diszkós sztorira. Ott pont ez volt, hogy semmi nem történt, túl sok embert engedtek be, valaki bepánikolt, és mi lett a vége, ott halálra tapasztott. Hát is egy rakás sportrendezvény volt ilyen, igen. Koncert, stb. Igen, ez egy jó kérdés, hogy vidd a gyereket, vagy nem. Szóval, hogy ez nálunk is mindig dilemma. Nehéz ügy. Hogy például egy 6-7-8 éves gyereket egy ilyen 80 ezeres tömegrendezvényre ki kell-e vinni? És egyébként nem vagyok benne biztos, hogy jó döntés. Hát figyelj, mi vittük idén is, tavaly is, mondjuk csak a nagyobbat. Jó, más várjál, hát azért a 10-12 éves gyerekről van szó, azért az már egész más. Jó. Most én a picikre gondolok, tehát a 4-6-8 évesekre. Hát, szerintem akik érdemes azért kivinni biztos, napközben, persze, napközben. De igen. Egy ilyen bulira már ne. Ott maradni vele, egyrészt szerintem nem érti, nem érzi, nem biztos, hogy jót tesz neki, a hang erősen. A biztonságos távolsága az már számára így értelmezhetetlen, igen. Tehát nem lát belőle az égen semmit, vagy legfeljebb persze kivetítőkön, de hát az nyilván tudjuk, hogy nem ugyanaz. Estére már nem maradnék ott egy 4-6 nem. évessel, az biztos. Igen. Azt nem tudom, ti honnan láttátok a koncertet, de az emberek nem ugráltak a pulton, hanem hogy a tömeg elkezdte lökni egymást, és léptek egymásra az emberek, a pultosok észlelték a bajt, és húzták be az embereket, hogy ne tapossák össze egymást. A helyzet az, hogy én benne voltam, vészes volt, nagyon vészes, mi beszorultunk két bódé közé, négyen jöttek be koncert közben sírva, levegő után kapkodva, hogy rosszul lettek. Hát igen, de ez valójában ez tényleg arról szól, hogy a bent rekedszott 80 ezer emberrel ez bárhol megtörténhet. Tehát ez nem feltétlenül a sziget hibája, hát hirtelen azért ott elfogy a levegő, hirtelen szűk lesz minden. Azért ez mindig nehezen tudod kezelni, de meg is ijedsz, hirtelen pánikba esel, és ez mindig egy spirál. Tehát ugye, ahogy pánikba esel, nem kapsz levegőt, úgy érzed, hogy megfulladsz, még kevesebb a levegőd, elkezded hirtelen. Tehát van egy ilyen, tényleg egy ilyen pszichózis benne, egy ilyen tömegpszichózis. Ez bárhol megtörtént, még ott is megtörtént, ahol egyébként, mert hogyha a pániknak azért van egy olyan lélektana, hogy hiába tudod, hogy van még 5-6-8 különböző kapu, amin kijuthatnál, te automatikusan a legközelebbihez fogsz menni, nem pedig a legtávolabbihoz. Tehát, hogy ez még ott is megtörtént, hogy esetleg tragédia lesz belőle, ahol több lehetőséged van elhagyni a helyszínt. Azt mondják, hogy a K-híd ez rendesen mozgott, kifelé jövet. Hát persze, hát így ugye akár egy komolyabb híd is le tud szakadni, végeztek egy kísérletet, fölmegy 3000 ember és egyszerre lép, az olyan kilengést okoz, hogy mindig ráerősítesz a kielengő mozgásra, az leomolhat, ezért csinálták jól a szigetesek, tehát ami nekünk várakozásnak tűnt, vagy sokaknak, az a mi biztonságunkat szolgálta, hogy nem engedtek rá mindenkit a hídra. Itt van egy hallgatónk, hello, jó reggel! Sziasztok! Hello, te írtad nekünk az SMS-t, amit beolvastam? Igen. Hello, ti megvártátok a koncert végét akkor? Nem, igazából ez az elején volt már, mármint hogy akkor, amikor kijött az Ed Sheeran, és akkor ott a tömeg ugye elindult, mert hogy hát tök jó, mert hogy akart még tovább előre menni, és akkor egy része elindult befele, a másik megijedt, és az elindult kifele. És akkor így a két tömeg közé szorulva próbáltak az emberek életben ja, maradni. Amikor elindult a koncert, akkor csomóan a széléről elkezdtek közelebb lépni a nagy színpadhoz, hogy közelebbről lássák. És ez okozott egy nyomást nektek, akik már ti benn álltatok. Én nem, annyira bent nem voltunk. Aha. Tehát ez ott a pultok körül volt. És ugye hát ez volt utána a szerencse, mert mondjuk mi egy két bódé közé mentünk be, a tömeg elől, de volt olyan ismerős, akivel beszéltünk, őket meg a pulton keresztül húzták be a pultosok, hogy ne legyen nagyobb baj. És ti beszorultatok két bódé közé? Hát onnan néztük egy kuka mellől, igen. Néztük, hallgattuk. Ja, hogy nem is tudtatok utána kimenni, tehát akkor a tömeg ne, volt, hogy ti ne. Oda beálltatok. Így van, igen. Aha. Meg őszintén utána már nem is volt kedvünk kimenni, tehát azután, hogy
levegő után kapkodva próbáltunk meg valahogy ott kijutni. De miközben mögötted megmentek előre az emberek, te átvágva magad, a tömegen megpróbálták kijebb jönni. Előrünk meg kifele. Tehát, hogy volt egy tömegrész, aki kifele jött. És így a kettő közé beszorulva. Aha. És onnan már nem is tudsz lépni sehova, gondolom. Hát onnan sehova. Onnan egy mód volt, hogy próbálok haladni a valamelyik tömeggel, vagy befele, vagy kifele. És akkor rosszul lettek emberek? Minek a hatására? Nagyon sokan. Hát nyilván azért benne volt az is, hogy ugye meleg is volt, meg kevés levegő, és akkor ez a tömeg így elindult. Hát ott jó pára jöttek be oda a két bódék közé, akik lányok, akik sírtak, rosszul voltak, levegő után kapkodtak, és oda le kellett őket ültetni, hogy egy kicsit összeszedjék magukat. Aha. Igen, mert közben megírják, hogy akik máshol álltak, ők bendáltak, és semmi gond nem volt. Ez ott egy ilyen hirtelen igen. kialakulható örvény lehetett ott szerintem. Igen, valami hirtelen történt. Ez nyilván nem a 80 ezer ember megindulását jellemzi, hanem ott 1-200 vagy 1-2000 ember ott hirtelen más ritmusban váltott pozíciót, és ez okozhatott ott egy ilyen kis fennakadás. És akkor ti egy bódénak a falát nézve hallgatátok Ed Sheerant? Igen, egy kuka mellett, igen. De nagy Ed Sheeran rajongók vagytok, vagy csak egyébként ez a nem akarunk lemaradni Ed Sheeranről, mert itt van és nézzük meg jellegű történet volt? Én annyira nem, mármint szeretem, nővérem viszont nagyon-nagyon nagy rajongó, úgyhogy így miatta mentünk ki. Uh-huh. És tetszett a koncert? Egyébként jó volt, amennyit hallottunk belőle, az jó volt. Amennyit hallottatok belőle. Igen. Na jó, látni meg a telefonokon keresztül láttuk, amit előttünk álltak és videóztak. Ja, ahogy másznak. Igen. És akkor ti nem is másztatok pulton, tehát nektek nem kellett akkor bemászni, mert titeket nem úgy szedtek ki. Nem. Így sikerült így áttörni magunkat a tömegen, és akkor kimentünk oldalra. Aha. És a végén simán kijutottatok? Igen, mert hamarabb elindultunk. Az utolsó számokat már messzebbről hallgattuk, mert már mindegy volt. Aha. Messzebbről hallgattuk YouTube-on. Igen, otthonról. Igen. Oké, na örülünk. Mész még egyébként? Tessék? Mész még ki, vagy tervezed? Nem. Ed Sheeran, ez így elég volt. Még ekkora tömeg nem lesz, nyilván. Ekkora tömeg nem lesz. Ez igen. Még az utolsó napot mondják ott igen, a Foo Fightersre azért sokan ki fognak menni, hát ugye, ráadásul egy más, kicsit másabb. Az más történet azért, igen. Ott lesz dobos meg bazgitáros. Mi meghagyunk másnak a lehetőséget. Igen. Brigi, köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, sziasztok! Hello, igen. Azt írja valaki, hogy mi ne becsüljetek alul, mert hogy ők az utolsó sorban álltak, és ott is nehezen lehetett levegőt kapni, igen. Hát ez egy érdekes dolog, hogy ki dönt erről, hogy hány embert lehet pontosan beengedni. Nem? Nyilván tudják azért az elmúlt 20 évből, azért ennek megvan a rutinja, tudják, hogy... Katasztrófa védelmes engedély kell minden ilyen tömegrendezvényhez, és ők mondhatnak egy stoppot rá. Mi a csúcs. És akkor zárod? Igen, és akkor azt mondod, hogy köszönjük szépen, telt ház van. Aha. Ahogy legyen másik oldal is, én el tudom mondani, hogy mi nem álltunk bent. Ti merre voltatok, merre néztétek? Ahogy kijössz a VIP-ből, ott rögtön balra volt a nagy színpad, és mi ott álltunk ilyen tök békés körülmények között. Tehát nem utolsó sor, nem első sor közepe körülbelül, és egy kicsit a szélén. De ott például semmiféle, ebből nem is vettünk észre semmit. Igen, azt jelenti, hogy tapasztalat hiába szabadtéri, annyira beszorul a levegő a tömegben a sok ember test hőmérsékletétől hirtelen, hogy mindenki izzad, hogy egyszer csak azt érzed, hogy fullasztó a levegő. Tehát maga a tömeg és a hőmérséklet az, ami okoz egy ilyen oxigénhiányt. Ezért vagyok én a szélén, ami sokkal jobb, és nyugodtan tudunk táncolni, írja valaki. Igen, egyébként azért ahhoz bátornak kell lenni, hogy oda úgy bevereked magad, első nem? Sorra. Tehát úgy vagy legalábbis úgy középre. Tehát az emberben mindig van egy ilyen ösztönös dolog, legalábbis bennünk. Így maradjunk a szélén, ott ellötyöksz, hátulról megnézed, de akik azért így beverekedik magukat, azért az komoly. Tehát az nagyon elszánnak kell lenni. Nem? Hátulról a Chávez ütögeti a gitárját, mert lúpolgatott. Igen. És képzeld el, hogy egyébként ez egy ilyen békés buli volt, ugye egy szál gitárral a csávó. Képzeld el valami ilyen nagy verető zenekart, ahol aztán tényleg így szívből megindulsz.
ugráljunk együtt. Ja, vagy nyilván testvéreteimből kifolylag sem szoktam bemenni. Egyébként így a közepére, de valamikor 90-es évek elején volt még a Pecsában, a szabadtéri színpadon egy jó kis Sepultura koncert, életem egyik legjobb koncertje volt, de ott bementem a közepére, hát majdnem megpusztultam. Tehát, hogy kb. Az volt az utolsó, amikor így bemerészkedtem így a tömegnek a közepébe, mert tényleg, az emberek, ahogy te is mondtad az előbb, hogy így rettenetesen elfogy a levegő, elkezdesz így kapkodni, így szuszogni, nyilván ettől felmegy a pulzusod, elkezdesz pánikolni, ráadásul, amikor meg egy kicsit így megmozdul a tömeg, akkor az gyakorlatilag egyszerre mozdul. És amikor egyszer így megmozdul több ezer ember, akkor tehetetlen vagy hirtelen. Mindegy is, hogy mekkora darab dőlsz. Vagy, mert érted, úgy visznek magukkal bármilyen irányba, hogy ez valami hihetetlen. És nagyon ijesztő volt, pedig hát ez sehol nem volt ehhez a tömeghez képest. De csak mondom, jó, hogy a Robi koncerten én pont itt a büféknél szintén beszorultam, és a két büfé között, vagy két ilyen büfébódik között tudtam úgymond kimenekülni, mert akkor is megmozdult a tömeg, és hátra oda nyomtak mindenkit ennek a büfépultnak. És én ott egy kicsit azért elkezdtem úgy aggódni. De kértél még egy mentes vizet, és aztán hazajöttél. Persze. Hát a tarlós még polgi volt. Azt mondtam, hogy nem fizetek, és rögtön kitéptek a tömegbe. No, kiadtak, mint egy Michael Jackson koncerten hátrafelé, az ájult kis testedet így kivonszolták. Hát a tarlós még harmadik kelet polgia volt, amikor mondta, hogy ezt a K2 hidat ezt fel kellene újítani. Na most azért az nem most volt. Nem. És azóta az a híd az ugyanígy áll, tehát ez nyilván nem a sziget hibája. Is, igen. Igen, hogy azért rá szorulna egy erősebb kis imbuszkulcsos felújítás, sőt néhány csavat meghúznak, meg VD40-nel kicsit. VD40-nel megcsinálják, és most bekerült egyébként a hídfelújítási programba maga a K2 híd, de hogy azért az is okozhat egy ilyen feszültebb helyzetet, hogy érzed, hogy leng a híd alattad. Nyilván nem fog leszakadni, de maga a pánik, meg a tömegpszichózis azért az úgy elindul, hogy valaki csak elkiabalja magát, hogy mindjárt leszakad. És ott hirtelen jön a pánik. Most emlékeim szerint ez egy vasúti híd, nem? Az egy vasúti híd, az persze. Az olyan terhelésre van méretezve. Már, csak azon már ugye évtizedek óta szerintem nem megy vasút. Igen, és azért utoljára Gonza Abraham. Még úgy van, azért az elhasználódott azóta. Lenne mit felújítani. Igen. Hát pont egy ganzgyár volt, és ott ment a vasút. Persze. Na jó van, hát bízunk el, hogy azért komolyabban senki nem sérült meg, és nem történt semmi. Jövünk mindjárt egy percen pontosan 8:30. Ha van friss közlekedés, írjetek, akkor küldjetek. El nekünk, mi pedig mindjárt itt vagyunk a hírek után. 3:09 lesz, 2 perc van, hello mindenkinek. Jó reggelt, a szigeten kialakult tegnap esti kis pánik helyzettel foglalkoztunk. Próbáljuk egyébként Kádár Tomit elérni, de egyelőre nem tudjuk, szerettük volna megkérdezni, nem csak itt magáról a helyzetről. Sajnos még nem jutott ki. Még benne van a szigeten, hanem nem csak, hogy szabják meg a 80-90 ezer embert, fel vannak-e készülve az ilyen helyzetekre, van-e vészterv, mi történik, ha történik valami, ki irányítja ilyenkor, egy csomó technikai kérdésünk lett volna, amire nyilván nem látunk rá. Ha Tomit elérjük, akkor még próbálunk természetesen vele valahogy egy interjút készíteni, de hát mivel nem egyelőre lebeszél dolog volt, így nem tudjuk egyelőre elérni, nyilván sokáig ott volt ő is tegnap. De csomó érdekes kérdés van ezzel a tegnapi dologgal kapcsolatban. Írja valaki, hogy ne írjat, ne nézzetek paranoiásnak vagy hülyének, de a tömegrendezvényre megyek, mindig megfigyelem a helyet, és fejben készítek egy vésztermet, ha valami baj lenne. Felmérem, hogy tudom elhagyni a helyet. Hol vannak a kiáratok, mennyi a tömeg, hova tudok meginduló tömeg ellen félreállni, stb. A társaimmal mindig meg szoktuk beszélni, valaki elkavarodik, hogy hol találkozzunk, sosem merítem le a telót, bankkártyát. Egy életem van, és nem egy tömegrendezvényen akarok kinyúlni és várni. És igen, hát is vár a két csodás fiam. Persze, hál' Isten azért ez nem történt meg, szóval hogy nem akarjuk is dramatizálni. Jött nekünk egy csirem. Volt vészhelyzet nyilván. Pontosan ezért szerettük volna Tomit elérni, hogy beszéljünk vele, és utána járjunk. De ez egy jó ötlet, hogy egy jó terv, amit mond a hallgató, hogy azért erre figyel, igen. Igen, én a pulton ülve próbáltam helytállni, a tömeg tolt be a pult mögé, a pultosok meg vissza a tömegbe, írta nekünk Adrián, aki szintén ott volt. Na jó van, ha Tomit elérjük, akkor beszélünk vele, és akkor megkérdezzük, amit kell. Milyen időnk lesz, Ferenc? Süt ki a nap? Igen, hát hol? Hát egy kis viharocska volt, de most már mintha... Lászlóval egy ilyen kis egyeztetésre megnézni a hőmérsékletet. Hüvöske. Egyelőre és felhős. Itt legalábbis Budapesten, de mondanak ilyen 34 fokot délutára, úgyhogy ember legyen a talpán, aki mond valami jó terve a mai napra. Jó lesz, Jó lesz az, jó lesz. Jó lesz.
Balázs, én lemaradtam róla, tudom, hogy már lehet, hogy mondta, sikerült a kép Ed Sheerannel, sikerült. Igen, sikerült. De milyen kép? Őrületes képek lettek Ed Sheerannel. Van egy kis összeállítás, ugye. Van egy kis összeállítás, ahol én látszom, ahol én szelfizem, ahol engem fotóznak, fület, fejet, bénát, elvillanó, elsuhanó Ed Sheerant. Háromból össze lehetne tolni egy elfogadhatót. Igen, igen, egyik az én szelfi, másik kettő az csak akkor készült, mert addig még bénáztam, Viki is lőtt egyet. Igen, a maga szerencsétlen és vicces formájában megszületett a kép egyébként Ed Sheerannel, mielőtt ment volna fel a színpadra. Ez közvetlenül előtte egy beépített, síró, zokogó kislány alakít álcának használva lögtünk Ed Sheeran elé, hogy álljon meg, ugyanis lecsúsztuk a meet and greetet, és ezért egy kis rajongó kislány, aki ismerős volt, és igen, nagyon helyes, hogy szeret volna találkozni. De ő valójában Marsalkó Dáviddal szeretett. Rávettük arra, hogy sírjon, és oda lögtük Ed Sheeran elé, ezért Ed Sheeran mikor ment fel a lépcsőn, ugye a koncertre, akkor megállt, odalépett. Szegény, és... síró kislány, de akkor a kislány talán akkor jöttem rá, hogy timelapse-en vagyok, nem jó a vakum, nincs bekészítve, merülök. És rossz irányba áll a kamerám, mindez pedig arra a 3 másodpercre, amíg Ed megállt, mielőtt felment volna a színpadra. Ti már csak így vagytok. Hát tesó, hát azonnal összetegeződtünk. Hát figyelj, ittunk egy szilvát, két meggyet. Csodálatos közös. Kezében nyomtam, jó magyar pálinkát, mondom, Isten, ami marad harag, ha nem iszod meg, nem vagy a barátom. Mondták a menedzserek, hogy ez kicsit erős, talán ezt ne csináljam. Úgyhogy sikerült, igen. De fent van a Facebook és az Instagram oldalamon, lehet látni, hogy micsoda fantasztikus fotók lettek ezek. Az időjárást megtámogatjuk, köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Europe Assistance és az autosos.hu, a gondtalan utazás szakértője. Na, és hát egy érdekes híre bukantunk, bejárta az internetet, az állatvédők felháborodtak, hogy lehet így megkérni egy nőnek a kezét. Ugyanis valaki azt gondolta, hogy jó vicc lesz, vagy legalábbis mindenféleképpen emlékezetes, az a nő, az a lánykérés, ahogy ő elrejtette a gyűrűt. Posztolt ő erről egy meglehetősen fura képet, és hát egyébként egy szingapúri nő tette közzé aztán ezt egy csoportban, miután szembe jött vele a közösségi oldalon, hogy emberek milyen elvetemült formáját találják annak, hogy hogyan lehetne megkérni a barátnők és a párjuk kezét. Ezt egy, hát hogy is mondjam, egy gazda követte el, akiről egyelőre nem lehet tudni visz többet, viszont nyilván keresik, bár én azt megmondom őszintén, hogy nem érzem annyira durvának. Hát én abszolút nem, de majd János a nagy állat. De tudod, hát elmondja, de félek, hogy most még te se tudsz rosszat mondani. Ebben a túlérzékelt világban, érzékeny világban lehet, hogy soknak számít. Fogta a gyűrűt, kiment a kis, hát hogy is mondjam, kis... Hát a gazdaságban, gazdaságba, a tehenészetbe fogta a gyűrűt, és felhúzta a tehénnek a tőgyére így a van. Kis gyűrűcskét. Oda, ahol a kedves párja nyilván fog vele találkozni korán reggel. Nyilván megy a friss tehér. Nyilván. Asszonyka pedig, hogy igen, érkezik friss tejet fejni, vagy érkezett friss tejet fejni urának, amikor is látta, hogy a tehén tőgyén ott van egy egyébként nagyon drága, nagyon szép brillekkel ellátott eljegyzési gyűrű. És hát nyilván, ahogy erre számítani lehetett, a fotó elkészült, a lány örült persze, a folytatását már nem tudjuk, de az internet népe azonnal kimondta az ítéletet, az azonnali ítéletet, és durvábbnál durvább kommentekkel árasztották el az embert, lincs hangulat, ki akarják deríteni, hogy ki ő, mi ő, hogy csinálhat olyat. És mit látunk a képen egyébként? Azt látod, hogy a tehénnek ott szépen lóg a tőgye, viszonylag közeli a kép, és az egyik tőgyön ott van na most felhúzva egy brill gyűrű. A kép alapján, igen, jól mondtad, hát igen, én vagyok az állatvédő, igen, nekem kellene nekirontani ennek a képnek. Én most megmondom nektek őszintén, egyetlen dologra vagyok kíváncsi, és ez nem pedig a tehén, hanem a menyecske gyűrű súlya. Hogy az mit tud? Hogy figyelj, nézd már meg, hogy mekkora az a gyűrű. Lehet, hogy ez egy kis csecs. Na, aha, nem látod jól, nem érted? Gondolnám azt, hogy ez egy kis csecs, tehát már így a méretarányokból is látszik, hogy ez egy gyakorlatilag egy igazi Markos érett, felnőtt tehénről van szó. Most én is fel lennék háborodva, de tényleg őszintén fel lennék háborodva, hogyha azt látnám, hogy egyébként egy viszonylag kisméretű gyűrű rá lenne szuszakolva a nagyméretű bimbóra. De valljuk őszintén, hogy ez szerintem minden különösebb erőfeszítés nélkül felhúzta rá a gazda, a másik pedig az, hogy nem gondolnám azt, hogy mondjuk a rá applikált fejőgépnek kellemesebb lenne
az érzete. Szeretik, képzeld el, a tehenek szeretik a fejlőgépet. Persze, mert szeret, gyakorlatilag szeretnek megszabadulni, így van, így pontosan van. A kis feszülőtőgyektől. Igen, tehát az kommentáljon alá, hogy kommenteljen, vagy nem tudom, hogy mondják. Mindegy, aki nem iszik tejet, és nem eszik húst, attól még valahogy elfogadom, egyébként nézd meg, tehát a csecs maga még csak össze sincs szorítva láthatnám középen. Láthatnám, hogy megmondom, hogy a vegánoknál csapta ki leginkább a biztosítékot, de hát ők már önmagában ugye a tejivást is elutasítják. Aha. Mitől lett ennyire érzékeny a világ, gyerekek? Mondjátok meg nekem, mi ennek a filozófiája? Nem, az a baj, hogy ez miért nem akar mindenki, de, vagy igen, nem, ez nem, nem a jó érzékenység. Ez a, mitől lett a valódi érzékenység mellett egy ilyen mindenen felháborodunk, mindenkit meg akarunk lincselni, mindenkiért kiállunk, hogy ebben van valami olyan rohadtul álságos, és valami olyan rohadtul, én nem is tudom, milyen ilyen fura identitás, hogy egy csávó fölhúzta a tehén tőgyére a gyűrű. Igen. Hát azért vizsgáljuk már meg ezt jobb. Ugye? Uh-huh. Tehát, hogy valójában tényleg mi történt? Nincs benne fájdalomfaktor, a fejőgépet rárakják, amikor rángatod a tehénnek a tőgyét, azért arról se kérdezte meg mindenki, de valahogy le kell adni azt a tehét. Lehet, szereti, nem tudjuk, rángatod, vagy ott tényleg modernebb a dolog, ott fejőgépek vannak. De hogy felháborodás van. Tehát a csávónak konkrétan megrohamozták a gazdaságát, lincs hangulat, hogy felmert húzni egy gyűrűt a tehénnek a tőgyére. Hogy ez valójában miről szól? Vagy milyen mögött az ideológia, vagy a filozófia, vagy miért csatlakozol te? Miért akarsz te azonnal mindenkit keresztre feszíteni? Mi ez a nagy kamu állatvédelem? Vagy én nem is tudom, ez a fajta kiállás mindenkiért, akit bántanak, mert hogy az jó, ha ez megtörténik. De ez valójában, ez egy tök kedves sztori. Igen. Hogy kijött a csaj reggel, látta a gyűrűt, elsírta magát, fejte a tehenet, és azt nézte, hogy édesem, itt lóg egy gyűrű. Ő fölrakta, kijött éjszaka, felrakta. A tehén ránézett, hát röhögött egyet. Hát és az éjszaka, nem úgy kell elképzelni, hogy itt 8 órák keresztül érted, még lefekvés előtt fölrakta, aztán reggel meg levették. Az egy 3 perc előtt, mielőtt kiment a csaj fölt. Valójában nem értem. Nem értem ezt a fajta álérzékenységet. Nem okozott vele, semmiféle károsodást nem okozott vele, valószínűleg egyébként a tehének semmiféle fájdalom, fájdalmat nem okozott. Sőt, gyakorlatilag... csak nem, hogy fájdalmat nem okozott, ez ugyanaz a mozdulat, mint amikor a fejőgépet fölhúzták. Mm-hmm. Tehát szegény tehén, azt se tudta, hogy mi történik, azt mondja, hogy jön a fejőgép, megint fölhúzták. Na, van, 3 perc múlva megjött a menyecske, leszette a gyűrű. Tehát a tőnynek van... a mosása egyébként fejés előtt valószínűleg, hogy idézőjelben nagyobb fájdalmat, hogy kellemetlenséget okoz a tehénnek, mint ez, hogy így felhelyezett rá egy gyűrűt. De nincs mert láttuk, láttuk már azokat a hát magabiztos mozdulatokat, amikkel szokták egyébként mosni a fejőt. Igen, de nem szaladnak el a tehenek. Nem. Tehát tök érdekes, de valószínűleg olyan emberek kommentelnek ide, akik még életükben nem láttak se tehénfejést, és nem trágyáztak tehenet, nem is kell mindenkinek nyilván. Az van de, egyébként. Na mi van mögött engem? Az érdekel. Az van, hogy azt gondolod magadról, hogy te a világ alakítója leszel. Bármi. Hogy ezzel igen, hogy van egy identitásod, csatlakozol lesz, a többiekhez. Súlyod lesz, mert te elmondtad a véleményedet, lehetőleg minél hangosabban, lehetőleg minél jobban kiabálva és mindenkit elküldve a francba, innentől kezdve leszel fontos ember saját magad, meg a nem tudom, 3 aha, barátod előtt, mert ott elmondhatod neki, hogy de én jó, megmondtam meg a véleményedet. Meg a túlpörgetett empádiaddal összeszedsz egy rakás lájkot, meg egy rakás úgymond barátot, meg követőt, meg stb. Egyszerűen érted, abban a pillanatban te leszel ott annak a posztnak a sztárja. Igen, tehát hogy ez egy ilyen könnyű siker, hogy beírod, és akkor te is tartozol valahova, van egy identitásod, te vagy a többi állatvédővel együtt, a nagy állatvédő, aki felháborodik azon, hogy most ez a szegény tehén. Sokszor érzem ezt egyébként tényleg, hogy nem a vélemény elmondása a fontos, nem az üzenet a fontos, hanem az upvote. De valójában ő tényleg dühös, és ő benne tényleg valódi érzelem van, vagy csak beposztol, bekommentel, bele sem gondolkodik, csak tartozni akarok valahova, beírom, hogy tettél ilyet. De én azt gondolom, hogy emögött sokszor komoly düh van. És ha megkérdeznéd az embert, hogy beszélnél 2 mondatot, utána rájön, hogy ja, tényleg igazatok van. De hogy emögött komoly érzelmi... Nem, hogy nekünk, hogy ezen ne háborodj fel. Tehát meg tudnád győzni. De nem gondolkozik. De hogy komoly érzelmi felháborodás van. Érted? Tehát van egy ilyen rohadjon meg, és öljék meg, és vegyék el tőle a teheneket, és remélem megdöglik, és boldogtalan lesz a házassága. Tudod, tehát komoly frusztráció és komoly indulat van egy gyűrű mögött, amit felhúztak egy tejnek a tőgyére. Kicsit az veszett el, hogy régen, amikor indulatot akarták kifejezni, akkor megpróbáltál utána járni a dolognak, ugyanis ciki volt, hogyha mellé csaptál. Érted? Tehát egy társaságban, amikor te felszólaltál, üvölt, hogy már pedig ez állatkínzás, akkor így megfogtak, odavittek, nézd meg, semmi baja nincsen. Ma már nincs meg az az igény, hogy utána járj annak, hogy ez ténylegesen az-e, hiszen nincs következménye, ha én a neten posztolok.
Senki nem fog oda jönni. Max ketten aláírják, hogy ne haragudj, hogy hülyeséget beszélsz, mert nekünk van tehenünk, nem fáj neki. Kipróbáltam, hát figyelj, érted? Az, következmények hogy... nélküli posztolási így lehetőség. Van. Ennyi, nem kell utána járni semminek. Üvöltözni kell, csapkodni az asztalt, és akkor működik. Sokszor tényleg ezt érzed, egyértelmű túlreagálás, mert ennek a hát, na, én nem akarok csúgyát mondani, ennek a balotaszállási embernek vagy nőnek, ennek 68 éves nőnek az eset teljesen. De az más. De azt érted, hogy ott lincs hangulat van, és húzza a kutyáját a kocsi után, és megérted, és azt mondják, hogy igen, legyen lincs hangulat, fotózd le, jelentsék föl, tegyék föl a címét, ne bántsák. Így van, kerüljön sitre, teljesen egyértelmű. Igen, ne vegye senki saját kezébe az igazságszolgáltatást, de kapja meg a méltó büntetését azért, mert valaki húz egy kutyát egy autó mögött, és örülök ilyenkor. De annyi álszent, hazug, műfelháborodással ellátott ilyen kamu mozgalom és kamu őrület van az interneten, amit egészen nem értek, és nyilván egy csomó magyarázata van, hogy nem éri inger az embert, hogy más életén mindig könnyebb rágódni, hogy unalmas az élete, hogy jó egy kicsit posztolni, hogy kiadja, hogy valójában ezen vezeti le, én mindent értek, de valahogy közben nekem ez mégis annyira fura, hogy mindenki mindenkit meg akar menteni, mindenki mindenkivel jófejeskedik, pisziskedik, nem, és most tényleg szerencsétlen gazda, hát akkor ebben szerencsétlen meg, gazdának érted, ott állt a kaszával, kapával reggel a felháborodott műállatvédők, hogy meg fogunk verni és lincselni, mert felmertél húzni egy gyűrűt a tehén tőgyére. Tehát a világ fordult ki önmagával. És ebben nyilván ludas a Facebook, meg az egész dolog, amit ez hoz magával, de hogy ezért ezt a helyén kéne tudni kezelni. Igen. Nem kéne, hogy az orrunknál fogva vezessenek bennünket. Meg el lehet menni, megmenteni. Tehát az állatvédők egyébként azok, akik ténylegesen állatvédők, akik aktívan a nap 24 órájában ezzel foglalkoznak, és az életüket teszik fel, tártkarokkal várják azokat az embereket, akik meg akarnak menteni állatokat, illetve az állatvédelmi munkát akarják csak segíteni. Az már csak kelni, ezeknek tudod, a fotel kommentelőknek a 90%-a egyébként nem ez. Ők csak ki akarják élni magukat így az interneten keresztül, és gyűjtögetik tényleg az upvotokat, meg így ki akarják magukat egy kicsit dühöngeni. Adott esetben meg simán elmennek egy olyan ember mellett, egy ember mellett, egy embertársuk mellett, aki az utcán fekszik. Ennyi, mert ez az egyszerűbb, tudod, ülni, megnézni, oda kommentelni és kész. Amikor már tenni kéne valamit, meg megmozdulni, az a macerás. Komolyan mondom, tényleg, tehát olyan... a legnagyobb endorfin forrása a gyűlölködés a mai világban. Olyan szép és olyan jó és olyan klassz dolognak indult ez az egész, amit úgy hívnak, hogy Facebook. Nem? Hát a felhasználó, tudod, erre emlékezni volt. Olyan egy klasszul indult, ez a talált meg egy ismerősödet, és ez egész egy olyan szép idea volt, hogy elindult. És valami olyan elszabadult szörnyeteg lett ebből az egészből, hogy valójában ez egy nagyon komoly változást hozott az emberek lelkében is. A szorongással, a lájkokkal, a kommentekkel, a sebezhetőségeddel, hogy bántanak, hogy ölnek meg embereket Facebookon keresztül, hogy aláznak rommá, hogy hány tini lehet emiatt depressziós, hogy hány tini lett öngyilkos, hogy az Instagrammal mi lett? Igen. Hogy az Instagramra ott tartunk, hogy egy Instán működő celeb, az posztolja még a halott barátnőjét, akit egyébként ő ölt meg, és az Instagram egy napig nem veszi le a képet, és aztán megosztják, és egyébként gyilkosságba, öngyilkosságba hajszolnak igen. emberek az Instagramon keresztül valakit. Öld meg magad, és megöli magát. Hát igen, öld meg magad, és akkor ő megöli magát. Vagy ő lefotózza, hogy megöli a barátnőjét, leül mellé, csinál még egy képet, kívja a rendőröket, és az Instán még egy napig ezek a képek elérhetők. Tehát mi nem voltunk erre felkészülve, hogy kapjunk egy ilyen eszközt, vagy maga az eszköz rossz, vagy csak rosszul nem, használjuk, az nem vagy rosszul szerintem. Irányítják azok, akik erről az egészről döntenek, és az orrunk már fogva vezetnek. Mi meg gyarló emberségünkből teljesen nem átlátva a lényeget, hülyén kezeljük hát az egészet. Senkinek nem mondják meg, hogy mit töltsön föl, gyerekek. Ez ugyanaz a sztori emlékezetek. Na de a lájkvadászat, az influencerek, azok egyre durvább és durvább dolgokat csinálnak, mert hogy elkerjék a lájkokat, igen. és működjön igen. az meg, oldaluk. Mert az inger küszöb egyre magasabb. Egyre magasabb, de ezt nem a Facebook meg az Insta csinálja, hanem ezt az emberek csinálják. Ha mindenki érzi cukkerképeket töltene föl rá, Mark akkor biztos, vagy az. Hány olyan fotó készült most egy-két héttel ezelőtt, hogy nem tudom milyen ilyen kék színű tavakba, amiről kiderült, hogy a közelébe nem menjél, mert hogy nem tudom, milyen anyagot nyomnak bele, és a kék szín az nem természetes kék szín, hanem az erőműnek a nem tudom, milyen hűtővízzel. És kérdezték nekik, hogy ne menjetek már bele a vízbe, mert esetleg olyan bőrbetegségetek támad bele, amivel belepusztultak. És megrohanták orosz, és nem tudom, milyen influencerek, hogy kapjanak 3000 lájkot, hogy ő egy kék víz előtt fotózkodik, és odálltak csajok mennyasszony a mennyasszony vőlegény elutazott olyan oda. Olyan szép hazurkék. Hát... De hogy micsoda hazugság? A kék nem igazi kék. A kamu a fotó, nem voltál ott, és nem nyaraltál. Illetve a kék vegyanyagok.
miatt. De és vegyi anyagok miatt, és szólnak, hogy figyelj, ez egy erőműnek a nem tudom milyen tava. És emberek ott állnak és fotózkodnak, hogy legyen egy képed, és elhitesd a világ, hogy milyen szép helyen vagy. Hol van? Hát de nem vagy. És ott állnak. De még ott is van, érted? Egy méregtó. Nagyon érdekes ez egész. Nagyon érdekes, hogy ez hova jutott egyébként. A látszat fontosabb, mint a valóság. Igen. Na jövünk mindjárt sok hozzászóláson. 9 óra pontosan itt vagyunk a hírek után. Balázsi! Óra után 16 perccel itt vagyunk, Károly, mindenkinek jó reggelt. Drága hallgatóink, végül igen mondott a tehén, lemaradtunk a történetről. Igen, igen, azt igen mondott. Igen. Fejjetek meg. Végül is a kislány egyébként megtalálta a gyűrűt, amit ugye felhúztak a tehénnek a tőgyére, és mert boldogság van azon túl, hogy a csávónak konkrétan az egész farmot el kellett költöztetnie, mert az internet népen meg akarja lincselni. Sajnos a jövendőbeliét agyonverték a tanya előtt, de... Igen, és egyébként simán igen. A béke jegyében, a béke és a szeretet és az állatvédelem jegyében. 37-es út a szerencsére egy kamion és egy személyautó balesete miatt lezárták, kerülni Mezőzombor felé lehet, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, és azt nézem, hogy van-e még valami. Nyugi van. Semmi, nyugi van egyébként. Nyugalom, békesség. Ahogy mondani szoktad most. Ez a 37-es főút. M1-es, M3-as, mindenhol rendben, minden? Teljesen rendben van minden, srácok. Hát szokásos útburkolatjavítás, blablabla, az M1-esen, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a javuló útburkolat... Jó, hát az oké. A javuló útburkolatok országa vagyunk. Nullás, ma is elesett, de az már nem... Az mindig egyébként, igen. Beleégett már a képernyőmbe. Igen, M0. Olvastátok, hogy a fapadosok új szintre emelték a szórakoztatást? Na, melyiket beépített, videókészülék van játékokkal, mozival, hát a szórakoztatás, igen, így is lehetne érteni, hogy esetleg minden háttámla kapott egy kis televíziót, hogy tudjál rajta játszani, mert most azért vannak 4-5 órás fapados járatok, ugye, tehát lassan tényleg át kell állni a közepes távokra, most már nem csak 1-2 órát repülsz fapaddal. Ez most egy érdekes dolog, ugyanis hát leültették a hölgyet az ülésére, ahova szólt egy, és mondták, hogy várjunk egy kicsit, értik, hogy nem annyira jó a hely, ahol leültették, de mindjárt kiderül, hogy mennyien vannak a gépen, és ha lesz szabad hely, akkor átültetik. És hát kirakta a lány, vagy kirakta a hölgy a képet, illetve a lánya, és szóltak neki, hogy nem kéne nagyon posztolni, higgyék, hogy meg fogják oldani, de kirakták ennek ellenére természetesen, a széknek nem volt háttámlája. Na, hogy? A széknek nem volt háttámlája. Majd, amikor kiderült, hogy ez, vagy tényleg vannak ilyen helyzetek, akkor egy másik pasi is azonnal posztolt képet, hogy ez vele is megtörtént, ugyanis az EasyJet járatain előfordulhat az, hogy a székeknek nincsen háttámlája. De jó. Majd oda mentek a nőhöz, és mondták, hogy türelem. Nem sokára át tudjuk majd ültetni, csak várja meg, amíg megtörténik a beszállás, és végül kiderült, hogy maradt egy darab hely, ahova a nőt átültették. Ja, tehát nem arról volt, hogy keresünk egy támlát, bocsánat, mindjárt hozzuk egy támlát, csak éppen most ebből azon szolgálják föl a frissítőket. És akkor így már érthető, hogy miért nincs szórakoztató elektronika a gépen, mert nincs mibe beépíteni. Hát egyrészt. Ugye nincs háttámla. Majd a pali, aki posztolta, őt is kértük, hogy vegye le, ő nem tette le, ő még perben áll egyébként a légitársaságokkal, és hogy hát nyilván azt mondja a légitársaság, hogy kivizsgálják az utasok biztonságát, és hogy senki nem repülhet hiányos ülésben, de szerintem azért ez már kezd egyre jobb. Figyelj, ez nagyon nagy. Figyelj, ott a kép, mindenki hátradőlve olvas, kényelmesen üldögél, jól érzi magát, már mennyire egy ilyen fapados, hogy jól tudod érezni magad, mert egyáltalán a repülő nem egy annyira komfortos hely. Szegény nő, egy középkorú nőről van, az egy ilyen piros, fehér, csíkos pulóverben, ott ül előredőlve, és várja, hogy kezdjenek vele valamit. Persze, mert különben hogy... csak a mögötte ülőnek a térdén támaszkodhatna egyébként. És ebben az esetben is jön a stewardess, és megkérdezi, hogy állítsa mindenki függőlegesbe a támláját. Egyébként ilyen szíves, állítsa függőlegesbe. Érdekes egyébként a maga felvetés, mert ugye adott esetben egy vészhelyzetben ebből nagyon komoly probléma származhat. És meg engem egyébként leginkább hát egy csak helyzetben számos hát probléma. Nem tudsz felszállni. Hát nem tudsz felszállni. Hátra esel. Hát belenyomodsz a felszállásnál az ülésbe. Hát ezek szerint ez őket nem nagyon zavarta. De vele, hogy került le a fejtámla? Tehát, hogy milyen célt nem szolgál. Nem csak a fej, hanem az egész tálalma. Az egész tálalma, igen, nem csak a fejtámra. Nekem nagyon ilyen sörsátoros egyébként a hangulat az egésznek, ahol padokon ülnek az emberek, és várják, hogy a nagymelő lányok kihozzák. Ez tényleg fapados. Nem, ugye fapados, ugye? Tényleg szerintem, szó szerint fapados. Szerintem annyira szemtelenek, hogy ez már valahol egyébként szórakoztató, hogy tényleg mióta tömegrendezvény lett egy ilyen fapados, és hát ugye annyian utaznak, hogy ezt egyetlen légitársaság sem bírja. Mit vetnek még be egyébként, hogy jól szórakozzál? Nem lesznek már benne székek, hanem mindenki kap egy
fit volt, de úgy, hogy neked kell majd felfújni. Érted? És azzal fogják magyarázni, hogy, hogy a fitballnál olyan izmokat is egyébként meg kell mozgatnod, amiket egyébként a hétköznapokban nem, tehát hogy ez gyakorlatilag egy rekreáció, hogyha belegondolsz, és nem csak egyszerűen utazás. Mondjuk képzeld el a felszállógépen a fitballokat. Igen. Mindenki hátul. És amikor ő megkapta a támlát, akkor azért mondták neki, hogy ez 13 euró lesz. Tették. Aha. Nem. Vagy felajánlották. Igen, és azt mondja, bocsánat, ez a székasszonyom előrébb van, 5 igen. euró. És azért az érdekes dolog, amikor megveszed az első beszállás, priority, gyerek, felszállsz, nem tudom, stb. Tehát, hogy valószínűleg a csajci még az is lehet, hogy extrákat vásárolt. Igen. Nagyobb lábhely. Elsőként akarok beszállni, idősebb vagyok, szeretnék leülni. Jó, rendben van, 80 euróért megteheted. Majd leülsz. És rájössz, hogy nincs háttáblája a széknek. És várod, hogy megtörténjen a beszállás, hát, ha marad hely. Na most kérdezem, mi van, ha nem marad hely? Mi van, ha kopon van a gép? Akkor valakit le kell szállítani. Azt szállítod le, akinek nincs háttámlája, vagy leszállítasz valakit, aki normálisan a helyén ül, teljes padhelyzet. Kinek mondod meg, hogy szálljon már le? Itt most maradt egy hely. De hát azért ez nem életbiztosítás, hogy mindig arra várnak, hogy maradjon egy hely, ahol valakit át lehet ültetni. Sőt, azt hallod, hogy túlfoglalják a igen, gépeket. És hogy engedik ezt a gépet felszállni? Tehát itt nincs az, mert oké, hogy műszakilag rendben van, de egy bizonyos része meg nincs rendben. Na. Tehát ezt kivették egy hete, ezt a háttámlát, mert valami baja lett, és arra várnak, hogy valaki majd megjavítsa. Nem, valaki kért egy plusz háttámlát, érted? Valahova pluszba kellett egy... Nem, valószínűleg az lehetett, hogy az odafele vezető úton valaki annyira berágott, hogy nem tudja dönteni az ülését, hogy fogta a 130 kilós volt, megnyomta a gombot, mert ugye van, amikor a gomb is ott van, csak nem megy, van, amikor nincs ott a gomb. Nyomta a gombot, elérték az utazási magasságot, és hátravágódott egy ilyen 160 kilóval. Letörte a támlát, és nem sikerült még cserélni. És nem sikerült cserélni. Írj egy hallgató, az tökéletes, egy székfoglalós játék plusz pénzért. Igen. Tehát, hogy nem kapsz ülőhelyet, ugye? Mert én már láttam, repültem úgy légitársággal, hogy azért is pénzt kértek, hogy ugye, hogyha te a 22C-re akarsz ülni. Tehát, hogy nincsen jegyed, valahova ülsz, ha 22CB családdal, akkor az plusz lóvé. Nekem ez új ötlet volt, mondom, ez milyen ravasz? Milyen ravasz? Hogy kitaláltál? Egymás mellé akartok ülni? 22. sorba? Az lehet. Megint, lehet. Van. Csináltunk ilyen. Plusz 3000 forint. De a székfoglalós az jó. Berohansz a repülővel. De már viszonylag, aki elő fölszáll, az nem olyan jó, mert ha elő szállsz föl, akkor nagyobb esélyed van széket foglalni. És senkinek nem mondanak semmit. Ülj le és foglald le, és csináld úgy, ahogy akarod. Rajta. Buszajtó nyílik, indul a sprint. Más sprint odáig, igen. Nagyon-nagyon nagy. Gyerekek. Nem, óriási. Ezt nem így kell csinálni. Csak azért nehogy átvegye véletlenül valamelyik magyar érdekeltségű fapados légitársaság. Nem csak úgy, hogy egyszerűen köröznek, hanem be kell rakni alá zenét. Mint ahogy a legnagyobbaknál, például a Gyertek Átba is szokott menni, berakják Korda Györgytől a Reptér című számot, és akkor azt hallod, hogy Reptér, lobog a szélben a szélzsák, villognak egyre a lámpák. És most kell legyen. És abban pillanatban le kell ülni. Sajnos, mert ott van még egy szabad kapaszkodó. Próbálja meg. Egyébként ilyenkor mi a standard, hogy oké, van egy nőnk háttámla nélkül. Kész csúvi elő beszélget. Oké, mink van. Van két ülésünk, nincs rajta háttámla, az utas kicsit kétség van esve. Hogy vagyunk? Egyébként tele vagyunk. És akkor a két szúj elkezdi kitalálni, hogy milyen mókolás. Kihez menjél oda, hogy szállíts le, vagy hogy győzöd meg a nőt, hogy háttámla nélkül egyébként nem engedheted felszállni, ne repüljön, de mit ajánl a légitársak? Tegye már meg, hogy leszállj, 6 órát várakozik a reptérén, és a következő repülőben utazik. Én biztos, hogy nem szállnék le. Nem, elsőre szerintem megpróbálod földiszkózni a háttámla nélküli ülést. Azt mondod, hogy asszonyom, itt nagyobb a hely. Igen. Ugye? Mert mert a háttámla nem határol be, hátrébb tudsz dőlni. Én nem ezt mondanám, én azt mondom, hogy forduljon meg, és tud beszélgetni a hátam mögött egy utassal. Meg vagy. Ez egy olyan, mint egy mikrobuszban, amikor az ülések egymással szemben vannak. És támaszkodjon az ön előtte lévő ülésének. És már meg is vannak. Csak meg kell fordítani. Szerintem most fogjuk be. Jó, milyen okos vagyok? Innentől kezdve nem szúvinak. Ez 10 euróért adod el. Ne folytassuk a megszólalást, mert most megint adtunk egy ötletet. Tehát, hogy gyakorlatilag az van, hogy kettő sorból meg fogják úszni úgy az egész dolgot, hogy kettő darab sorhoz csak egy sor háttámla fog járni a jövőben. Figyeljétek meg, hogy ez lesz. Tehát lesz két sor, ahova le tudsz szépen üldögélni, de csak egy háttámla. Az egyik a menetirányának megfelelően, másik meg menetirányának, úgyhogy a MÁV-nak a különböző szerelvényei is látod. Beszélgetős jegyek lesznek. És az lesz, hogy ma amennyiért most veszed a jegyet, ez lesz
a háttal ülős, és ha te, te menetirányban szembe akarsz ülni, az plusz 10 plusz, euró. Így van, plusz 10 euró. Megint ki tudtunk szedni a zsebből egy kis lóvét. Én biztos, hogy nem szállok le. Így tehát van. Ha én vagyok ott a háttámon, és azt mondja, hogy szálljak le, verekedésig menne a dolog. Tehát, hogy nem, megpróbálom kompenzálni. Biztos, tényleg, hogy nem. Ott tényleg, a két gyerek, ott a feleséged, ide. Haza akarsz jutni, még és süti, azért, mert a Ryanair... Bobis víz. Igen, felár nélkül. Eau de toilette, eau de parfum. Plusz törölközőkészlet. Higikendő. Biztos, hogy nem. Tehát a hibázom valamit rángassanak le a gépről, de nem követtem el törvényszegést. Én megvettem a jegyet, nekem odaszól legyen, és a légitársaság nem biztos, hogy nem biztosítja hátam, mert úgy szednének le a gépről, hogy konkrétan a lábába kapaszkodik a csávónak. Valószínűleg egyébként úgy is várom ezt az élethelyzetet, nem érdekel, mennyien utálnak, nem érdekel, miért nem száll fel a gép, nem vagyok hajlandó. Tehát levezetnének biztonsági akar. A hátámra is egyébként így tűnt el. Ott is volt egy panaszkodó utas, aztán csak úgy tudták elvinni, hogy a hátámra rajta maradt. Vasárnap párommal utaztunk a vízer egyik állatával, ez a székfoglaló konkrétan megtörtént, egy részeg nő ide-oda ült a gépen, és zaklatta az utasokat és a stewardeseket is. Oké, de ez még nem a légitársaság hibája, tehát a háttámla az a légitársaságon megy el, hogy egy nő ott berúg, aztán zaklatja az utasokat, azzal azért az bárhol megtörténhet. Tehát az effektíven nem a légitársaság hiánya. De azért az is egy szexi dolog, hogy ide-oda ülteted. Igen, nem próbálkozom. Átülteted, megint átülteted, nincs meg a kémia. Nézze, azt mondja, mit tett, szabad hely, leül a csaj. Jaj, nem, ez végig is egy utasé, aki későn érkezett. Álljon föl, legyen kedves. De régen a Dózsa moziban az ilyeneket rohamjegynek hívtuk. Tehát kinyílt a moziajtó, rohamjegy. Kinyílik a buszajtó, és mehetsz. Mindenkitől be kellett volna szedni a széktámla pótdíjat. Aki nem fizet, az ül sámlira. Figyelj, el nem tudom képzelni. Te leszállnál, oda mennének hozzá, hogy kedves szerencs, nincs háttámla, és szállj le. Hát ugye, hogy nem az én problémám. Hát ez már szerintem a fapadosoknál egy elvi kérdés. Én engem egyszer ültettek át fapadosnál, amiatt, de szerencsére volt szabad hely, hogy nem maradt úgy a háttámla, tudod, a függőleges beállítva, hanem állandóan hátra esett. És akkor mondtam, hogy ne haragudjon, ez nem az én hibám, és jött a Juvi, hogy állítsam fel. Mondom, nem tudom felállítani. Kérd meg a megötödőt, hogy emelje fel a lábát, és támasz. Harcson így. Hát, komolyan. És emiatt mondjuk engem átültettek egyszer. De egyébként ez az jó, azt jelenti, hogy a mögötted lévő tart a lábával. Igen. Tehát ez egy ilyen közös bikram jóga, hogy te ülsz, nem tudsz hátradőlni, ő pedig teli talppal megnyomva a gerincedet tartja a te hátadat. Legalábbis a felszállásnál, amikor azért belenyomod. Utána meg már 10 000-en elüldögélsz. Nem, mert utána te megfordulsz. És akkor utána meg te egy lábmasszírozással visszaadod neki azt, hogy egyébként ő tartotta átadat. 10 perc háttámasz, 10 perc lábmasszás. Hol masszírozol, hol tartja a hátadat. Szerintem ez nem egy rossz díl egyébként. Levágod a lábujjkörmét. Lábmasszás, kicsit. És ugye nagyon hátra támaszkodsz, akkor tudjad neki a szépen itt halántékodat is masszírozgatni, tudod? Igen, hát egy picit át. Igen. Figyeljétek meg, hogy egy-két év is bevezetik az állójegyet. Valamit kitalálnak. Tehát valami, valahova el kell rakni ezt a sok utast. Nincs ennyi repülő, nincs ennyi járat, mindenki utazni kell, olcsó lett. Tényleg, tehát ilyen tömegközlekedés lett a repülés valójában. 6 milliárd emberből 3-2 az repülni akar. Igen. Hát effektíve nem bírják a légitársaság. Erre valamilyen választ kell adni. Nem lepődnék meg, ha légügyi hatóságok valahogy kimókolnák azt, nem? Állójegy. Nem, van, mit hát tudom vagy én, álló, vagy csak egy fekvő háromsorban. Fekvő. Mint régen a rabszolgahajókon. Hát, egy sokszor már azt hiszed észre, hogy egyre kisebbek a helyek. Tehát ugye van a nagyobb lábtárhely, vagy a lábhely, ezt nem tudod mindig megvenni, hogy vannak járatok, ahol már nem is az, hogy derékszögben ülsz, hanem az ülés itt van előtted. És azzal a sok-sok 5 centivel azért egy 150 méteres repülő már azért nyernek még három sort, vagy még két sort. Hogy olyan közel van, hogy az, hogy nem férsz el az ülésbe, ez egy dolog. De beültök hárman, és azt érzed, hogy kibírhatatlan. Úgy lesz, mint nem a fogod túlélni. És itt van a háttámla a szád előtt. Lesz, érted, és hogy a sorok mozgathatók lesznek. Tehát oda megy majd, egy szóstokkal megméri, hogy legyen egy ilyen szabályozott távolság, hogy a térded mondjuk az előtted lévő szék háttámlájához képest mondjuk 3 centire van. Oda megy, és mindenkinél leméri, hogy mindenkinél meg legyen a 3 centi. Ahol nincs. Az előírás szerint, ott, ahol meg több egy picit, ott tolnak egy kicsit előrébb. És a végén pedig a fennmaradó helyre még bepattintanak 3 széket. És tokit. Igen, azt egyébként bevezetnék a szerelmes helyjegyeket is, hogy a párod az öletbe ül. Igen. Tök jó. Az egy ilyen 1+ féljegy, tehát hogy azért itt még van ebben
van egyéb egy kövérác, hogy még mit tudnak elkövetni a fapadosok. Így van, az úgynevezett French past, ahol fordítva is feküdhet rajtad. Igen, lehetnének a szivárványjegyek, ahol a férfiak ülnek egymás ülébe, zéro ülőhely, zéro tolerancia. Igen. Zéro dupla foglalás, zéro túlköltekezés felirata, a szivárványjegyek lehetnének. Tehát azért ebben még van ráció. Ketten beületnének a pilótához szórakoztatni azért, nem? És milyen jó el lehetne adni az állójegyet, írja a hallgató, mert mikor elkezdesz panaszkodni, azt mondja, mi van, csak egy megállót, mert ez kibírja, nem? Svájci légitársággal jöttünk, hétfőn 200 forint font kifizetésen, de csekinél félreállítottak, hogy majd csak akkor tudok felszállni a maradt hely. Túlfoglaltak a Forma 1 miatt. Hát igen, na, ha van még tapasztalat, vagy valami megkökkentő élmény, írjátok meg nekünk. Hármas ugrásra lehet jelentkezni, jövünk a hírek után. 3-4-10 lesz 2 perc, van. Az a durva, hogy nagyon sok hallgató elküldte nekünk azon cikkeket, amik az állóhelyekről szólnak, és hogy már bemutattak különböző koncepciót, amit egyelőre még ugye nyilván a hatóságok nem engedik, a légügyi hatóságok. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy kapaszkodó, mint egy buszon, és te megfogod a kapaszkodót, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen modern amerikai ilyen skifiben űrhajókban úgy állsz be egy állóhelyre, hogy közben mögötted azért van egy fal, ami megtámaszt. Aha. Tehát nekidőlsz egy falnak. De egy kicsit a popódat le tudod tenni legalább. Egy kicsit le tudod támasztani, a derekadat nekidöntöd. Nagyon jó. Falnak, és úgy álltok, hogy te bekötöd magad, és beállsz, mint egy ilyen katona, egy ilyen merev támasz elé. Uh-huh. És azt tartja a te hátadat, tehát, hogy ugyanúgy meg vagy támaszva le és felszállásnál. Nekem nagyon szimpatikus még a húskampó, illetve a teljes testheveder, hogy lognál le a plafonra. tehát, hogy nem elképzelhetetlen, hogy ez lesz. Nem elképzelhetetlen. És nyilván koncepciókat mutattak be, hogy hogyan tudnának még spórolni a légitársaságot, és most különböző cikkeket küldtek hallgatók, szenzációs. Én nem így képzeltem. De én azt hittem, tényleg kapaszkodnak majd egy, tudod, mint a buszon, de nem. Egymás mellett, mint nagyon a cellák. Jó, várjál, azért beállsz azt az opciót cellába, se. Nekidőlsz, bekötöd magad, és kicsit megrogyasztod a térdedet, és van egy ilyen az állóhelynek egy kiugrója középen, ahol egy picit le tudod támasztani a fenekedet. Most egy órát ki lehet bírni. És olcsóbban utazol, mint az ülőhelyek. Azt az opciót sem, amit te mondtál, mert azért valljuk őszintén, látunk már számtalan olyan filmet, ahogy láttuk, hogy annak idén légideszantosok mielőtt kiugrottak a repülőgéből, ugye felálltak, oda mentek szépen az ajtóhoz, beakasztották magukat, többi. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha az elején még le tudsz ülni, tehát, hogy ha felszálltok, akkor még ülsz. Aztán felszállsz után, amikor minden rendben van, szépen összehajtogatják, beszedik a székeket, és mindenki áldogál és kapaszkodik, érted? A leszállásig. És a leszállásra megint kiosztják a székeket. Leülsz, tehát van ebben még. Igen. De glory hall fülkék egyébként. Igen, csak kevés bélvezetés. Igen, csak nem. Nincsenek apró lyukak rajta. Elképesztő, tényleg elképesztő. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok! István, honnan vagyok? Hívtál minket? Hello! Hello, Budapestről. Budapestről. És van segítséged, vagy egyedül játszol? Egyedül, teljesen egyedül, még internetet sincs. Internetet sincs. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Üzemeltetéssel. Üzemeltetéssel, jó. Na nézzük akkor a kérdéseket, hogy meg lesz-e a Balázsékos ajándékcsomag. Jó, így szól az első kérdés, milyen állat az ájtatos manó? Ájtatos manó? Sáska féle? Így van, így van. Az egy rovar, sáska, igen. Nem egy alacsony tisztelendő. Igen. Oké, okay, tornazsákért, így szól a második kérdés, hogy nevezik egy új színdarab első nyilvános előadását? Ne kapkodj. Premier. Első nyilvános, tehát ezt soha sehol nem mutatták be. A premier az, amikor egy színház a repertoárjába felvesz egy darabot, amit már számtalan helyen bemutattak. Ez az első darabnak az első bemutatója. Tehát egy ilyen soha nincs több. Így van, ezért rafkós a kérdés. Van egy másik kifejezés, és 100%, hogy ismered. Mert ez a darabnak az... Milyen bemutatója? Biztos, hogy haragudni. Rohadt szemét, mocskos, rohadt kis törpe, ezt fogják írni. Te gonosz. Mi baj a hallgatókkal? Igen, ez az ős bemutató. Ez az ős bemutató. Nem jutott volna eszembe. Hallottam a szót, de nem jutott volna eszembe, biztos. Ez az ős bemutató. Igen. Ne arra, hogy tegnap nem volt szex. Nem. Hát nincs meg. Köszi a játékot, legközelebb meg lesz, jó? Jó. Köszi, ciao, hello. Hello. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Hétfőn indul a lángosunk az űrbe.
és foglalkoztuk vele kicsit, ugye, mert hogy hétfőn itt nagy pillanatok lesznek, Balázsék Space Project elindul az űrbe, kilövünk egy lángost, és hát erre azért már így elkezdtünk egy kicsit rákészülni hétfőn, ha jó idő van, ha nincs szél, akkor 8 óra tájékában egyébként úgy néz ki, hogy ez a dolog, ez elindul felfelé, aztán majd, ugye hát élőadást adunk róla, de a GoPro képét is, ha megkapjuk, akkor azt is fel tudjuk tenni, hogy mit látott. Egyébként a kamera, látszik-e már a görbület, mert mindattól függ, hogy milyen magasra sikerül majd felszállni. Hát figyeljetek, Berci bácsi nem, nem igaz? A Maxat egy óta. Nem volt ekkora durranás a magyar űrkutatásban. Valljuk őszintén. Hát Berci bácsi, Maxat egy lángos. Van, plusz ősben mutató a lángos. Jaj. Lángos okán, mert lángos még sosem ment az űrbe. Viszont akkor hétfő reggelizünk, mert így akkor sütsz lángost? Persze, hozok is snidlinget, füstölt sajtot. Fokhagymás olajat csináljak? Minden. Szeretjük reggel? Igen, persze. Jó, tejföl. Egy kenés, egy százas? Ahogy ezt nem volt küldted valamit. Ahogy ezt Strandon csinálják? Egy kenés, egy százas, igen. Oké, szóval erről beszélgettünk, és hát felhívtuk Lexikét is, aki ugye még az Anetka Space Projectben volt, ugye, hát műsorvezető, és hát a űr projektről van szó, és Balázsék Space Projectről, akkor Lexikével mindig tudunk egy kicsit beszélni. Lexikét rossz pillanatban kaptuk el, mert éppen Budin volt, azért ennek ellenére a régi Budapest tévés, igen, Budapest tévés időkre emlékezve azért próbáltunk egy kicsit Lexikével beszélni, és hát a tegnapi szigetes élményeinket is megosztottuk, beszéltünk magáról Ed Sheeranről, ez Ed Sheeran koncertről, és az elkészült, vagy éppen el nem készült szelfiről. Elkészült. Ugye... Ne. Nem menekül ki belőle. Ne. Megvan. Én azt gondolom, hogy nem vagyok rajta ugyan, de a fülem igen. Nem egy fotósozott, hanem egy puzzle-t készítettél. Belőle össze lehet rakni egy, az egy darabot. Igen. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Megérkezett át a backstage-be. Ez már nem is a VIP rész, hanem a backstage egy nagyon izgalmas rész, ahol állnak a kamionok, kevesen vannak már, és ott látod a kis konténereket, és ott volt egy ismerős, akinek ott volt egy 10-12 éves formalánya, aki szintén mondta, tehát ő nem mehet úgy haza, hogy nincs. Ide helyezkedtünk, oda helyezkedtünk, elmentünk leselkedni. Bent van ugyanis egy ilyen konténerben, de a konténer rajta van, hogy egy síren. Viki előre megy, én előre megyek, majd kiderül, hogy ott fog elhaladni mellettünk a lépcsőn. Ugyanis ott állsz már hátul, ahogy ő megy föl a lépcsőre, onnan már csak tényleg a nagy színpad. És mondja a kádár, hogy figyelj, hallgassatok rám. Feküdjetek keresztbe a lépcső. Álljatok ide a lépcső mellé. Aztán, hogy lesz, ami lesz, a csávó itt fog elmenni. Hogy megáll, vagy nem áll meg, azt nem lehet tudni, valószínűleg nem fog megállni. Jól mondom a kislányok, figyelj ezt, gyere velem. Legyél bátor, ne törődj semmivel. Nem kellemetlen a dolog, gyere velem, kezdj el sírni. Kezdj el sírni, amikor meglátod, mondom a Viki előre, mert mondom, szólj, ha jön, te kezdj el sírni, de és nézzél könyörgően rá. És akkor ilyen 3-4-10 előtt 3 perccel kijön a testőr, körbenéz, megnézi kicsit a repet, még a színvad, stb. Ed sehol, majd egyszer csak jön a visítozás, hogy jön Ed. Hát 10-kor kezdődött a koncert? 3-4-10 körül. Mondom a kislánynak, sírj, zokog. Nem, ebben halálból. Most bőg, toporzékolj, bőg. Én mondom, rávettem magam a lábára. Valahogy csinálj fotót. Én is bőgök. Mi történik? Rájössz, hogy a kamerád az ugye fordítva van. Aha. És innentől belekerülsz egy spirálba, hogy elkezdesz kapkodni. Igen. Nagyon jó. Jó. És tudod, hogy jön. Óriási és ott van mögötted. Hátulról a szívről. És mondják, hogy jön. És a Viki kiabál, a lánynak az apukája mondja, hogy nem lesz jó, a kislány akkor már térdek sír. A kislány akkor már zokog. És hát a kép, amit mindjárt felteszek, mutatom, szenzációs, mindenki éles rajta, mindenki jó. Mire visszanyomtam a fotót, hogy megfordít, mire a vakut kikapcsoltam, hogy nehogy elkezdjen már fehéren villanni, mert addigra tudod, akkor sokáig kitartja és villog, és azt látod, hogy jöned, igen? Látod hátul, hogy jön, próbálsz helyezkedni, már megáll, lép oda hozzá, ott a telefonod 10, 9, 8, ekkor 7. Látod, hogy időzítőn vagy, ekkor látod, hogy elmerülsz, ekkor látod, hogy a feszültség alacsony, és ugye a menedzser, tehát effektíve úgy oda lépett mellénk. Nagyon helyes volt, látta, hogy mi ott ketten várunk, egy ilyen idősebb csávó, meg egy fiatal kis csaj, hát jó, oda jön fotózkodni, öleli át a kislány, mire rájöttem, hogy még vaku ki, fordít. Igen. És akkor Ed azt mondta, és abban a pillanatban, Ed odalépett, fotó, még szerintem várta, hogy hátrézek, hogy velem is csinál egyet, és még kérdezte is, hogy de melyik kamerában nézzek? Mert ugye a kislány szülei balról, a Viki Totálból, én szerencsétlenkedek vele, mint igen? A lézé, nyomkodom, hogy fordít, képernyő, jaj, sorry, Ed. Még egy utolsó igazítás.
Nem videó, fotó, de... Nem videó, timelapse, no, no timelapse. Mutatom Ed Sheerannel készült fotónkat. Kiváló! Kiváló művészet! A lehető legmenőbb. Gyerekek! A lehető legmenőbb. Hát, a kislány éles rajta. Én teljesen éles vagyok rajta. Hát ez a lényeg. Ed pedig egy ilyen vörös csíkot. Egy kicsit elmosódva. Vörös csíkot. Lehet akár Ed Sheeran is, de a csodálkozó arcot, a fotós csodálkozó arcát, tehát magát Balázst, azt a főhívó a figyelj, az nem csodálkozás, az erőlködés. Jaj, hogy betekelem? Jaj, aha. Jaj. Az jaj, jó egyébként, hogy a hátul a biztonsági őr tisztában mindenki látom, éles. Maga a világsztár. Mindjárt fölrakom az Instára meg a Facebookra, de hát figyelj, sírtunk. Szóval azért, tehát itt már nem is vagy annyira szomjas. Ott állok pont egy pohárral. Úgyhogy, és ha egyébként halálosan közvetlen. Tehát normális, odajön, kérdezte, hova nézem, mi van. Hát mondjuk, meg ki meg volt minden esélyed arra, hogy teljesen, persze, teljesen, abszolút minden esély meg volt, és látta, hogy tényleg a lépcső mellett álltunk. És egy kicsi apró csávó, tehát egy pufi, magasabb, kövérebb csávóra gondoltál, és amikor egyébként először megláttam, az még nem is az volt, mikor jött, hanem egyszer csak kijött a kajáldából, ahol mi álltunk. És így hallom, hogy nagy mozgolódás mindenki, ez remeg, mi remeg, mi jön. Én még egy állok, egy fél sült krumplival. Igen, itt vagyok. Nem te, Ed Sheeran. Itt van, jó, nyugodjon le mindenki, itt vagyok. Nem, mögötted ott van. Igen. Egy lángos ki magasabbra tör, mint Klein Dávid. Hát bizony. Hát olyannyira magasabbra, hogy az 20 ezer méter. Bizony. Vagy talán 30 ezer méter. És oxigénpalack nélkül. Magyar lángos. Egyszerűen lángos még nem volt az űrben. Nem. Sok minden volt már egyébként. Lángos képi volt már. Lángos képi volt már, nem is egy orosz űrhajós, lángos képi volt a becéneve. De lángos ebben a formában még nem volt az űrben. Csak már ide jönnek hatkor, beszerelik a technikát, a meteorológiát, a GPS-t, a kamerát, az irányító egységet. A taxi hátsülésén jönnek majd, gondolom. Na nem, de a lufit nem hozhatod, ez egy meteorológiai léggömb. Igen. Hát lufi, a lufit nem hozhatod fölfújva. Maga a fölvitel, ugye azt mondja, maga a légömb, a spéci, az Amerikában nem tudom honnan jön, az egy spéci kis cucc, azt mondták, hogy viszonylag az drágítja meg maga a légömb. Az egy speciális anyag, ahogy fújod, ahogy hozod, ahogy hozzányúlsz, tehát hogy az a lelke az egésznek. Ahogy ugye van a jeladó benne, az is fontos, hogy ugye megtalálják, van a kamera, tehát azért nem egy egyszerű sztori. Nem. Jó, de úgyis a lényeg az, hogy tudjunk héliumot szívni és nem beszélni, nem? Igen, de az csak nem az van benne. Azok a 30 ezer méterre már látszik a föld görbülete. Legalábbis Felix Baumgartner alatt látszott. Azok tulajdonképpen mi volt az értelme, amikor a Baumgartner kiugrott? Hát semmi, de... 3 évig készült rá, támogatta egy energiaital cég, felment, és ejtőernyővel ugye kiugrott. Először szabadesés. Igen, egy elég komoly szabadesés. Egy elég komoly szabadesés, elég komoly pörgéssel, és aztán a csávó kiugrott. De ugye ő kiállt egy ilyen kapszulának a szélére. Igen, és képzeld már, most gondolj, és azt mondta, hogy itt hazamegyek, és leugrott. Egy 50 méteres bungee jumpingról is, hogyha leugrasz, és még nem csináltad, és van egy kis félszbered, akkor az összecsinálod meg. Tehát, hogy az is, hogy de ez az ember, ez látta kívülről, fentről az egész bolygót. Ott volt egyedül. És egyszer csak így fogta magát, és így és leugrott. És nem tudod, hogy hova fogsz ugrani. Igen. Hát meg ugye ott az volt a para. Úgy, hogy ott a piros kereszt, azt kéne eltalálni. Igen. És csodálatos felvétel. De azt nem, azt a jó helyre ugrott. Hát jó, hát persze. Tehát ott az valami nyilván ki van számolva, hogy mikor kell elugrani, honnan ugrasz, hát de azért... Ott a nagy, ahol ezeket az autókat is tesztelik, nem tudom milyen nevadai, ez a nagy sivatag, vagy hova érkezett, meg Győr, Moson, Sopron megye. Kecskemét határában ugye. Kerecsen. Ott csapatnak a gáton. Komárnó. Szóval igen, de ott nem is az volt a lényeg, hogy milyen magasról ugrik, mert neki volt ugye ilyen levegőszető készüléke, hanem az volt a kérdés, hogy magát, amikor a test így bepörög, azt a centrifugális erőt, azt hogy tudja lassítani, majd megállítani és fékezni a pörgést. És ugye az volt, hogy ki tud-e abból jönni. Tehát azt meg tudod-e fogni valahogy. Vagy elszédülsz, elájulsz, és akkor ahogy elájulsz, már nem tudsz ernyőt nyitni, már nem tudod uralni a folyamatokat. És volt is egy pont, amikor így mindenki egy picit megijedt, ugyanis úgy bepörgött a test, ami zuhant. Aztán ez valahogy kijött belőle, vagy kiszedte, de a stabilizáláson múlt a lényeg, hogy az attól féltek a legjobban. Nem esett pánikba, meg tudta oldani 39 ezer méter magát. Most nézem a videót, belúlik a semmibe a csávó. Igen. Hát ez Jézusom! És mi lesz Lexikével? Tudjuk-e kapcsolni? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hétfőn nagyon remélem. Balázsék Space Projectnél az űrkapszulában megoldjuk. Lexike helyet foglal-e majd, ugye ez mindig egy fontos kérdés. Fent van így 8 óra előtt Lexike egyébként? Ott készül nem. Már? De csak kérdezem, hogy, hát hogy de tudjuk... Most, figyelj, ahhoz, ez hogy, már a hétfőre? Igen, ahhoz, hogy hétfő reggel 8-kor jó legyél, ahhoz csütörtök reggel 8-kor már egy kicsit így be kell melegíteni. Na várjál, akkor mindjárt megnézzük, hogy
hogy itt van-e, megkérdezzük. Jó, maradjál te is, János, mert hívjuk Lexikét. Jó, maradj itt, ne menj el. Jó? Kíváncsi vagyok én is. Hello, Tami! Te vagy? Lexike, itt vagyok. Csak akarom kérdezni, hogy tudsz a hétfőről, hogy jössz majd hozzánk a Balázsi Space Projectre? Bárj, bárj egy kicsit, mert az egyike nem most foglalkozik. Jössz hétfőn? Számíthatok rám, Tami, ott vagyok. A hétfőn nagyon kell lesz. Sőzre néztem, mert nem 9-es volt a végén, hanem 6-os, 2016. Balázsék! A Rádió Egyen! Figyeljetek, egy generáció már közben felnőtt, akik nem tudják, hogy ki a Lexike, úgyhogy tessék rákeresni, itt megnézni, van. Hogy Anetka Space Project Lexike, ezt próbált egyébként. Ezért mondjuk mindig a klasszikus műveltséget, gyerekek, hogy milyen fontos Lexike már ennek pontosan, a része. Pontosan, és Lexikét kapcsolták tényleg a Space Projectnél az űrkabinban, de ezt nézzétek meg, ezért jó? Mert mindig. A mi generációnk, tehát a velünk egy idősek értik, hogy ez miért paródia és miért vicces, de aki nem keresse rá YouTube-on, hogy Anetka Space Project, és ott kapcsolnak egy Budapest tévés műsorvezetőt, Lexikét egyébként. Akinek tényleg ennyi hangja volt, mint a mi Lexikét. Kereszt a Patrilógia, Öreg Halász és a Tenger, Lexik, és Tomi. Hello, Balázsék, jó reggel, ciao, hello. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Ferencet mondtál, vagy Lacit? Bocsánat, nem hallottam. Laci, hello, Laci, te vagy a naphallgatója, Laci, a jót küldtél nekünk. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Elfelejtetted, vagy nem is számítottál? Nem felejtettem el, hanem utazok be egy tárgyalásra, és online hallgatnak benneteket, ott még nem járatott, még a Space Project Lexikés történet van. A technika csodája, igen, ott az online még a reggeli hetes beköszönünk megy. Lexikés lehalkítatta volna a rádiót, hogy ne visszahangozzon, de hát. Igen. Ugye az fapadosokról, állójegyekről beszélgettünk, és erre írtad nekünk, ugye egy 9 óra, hogy mi a baj az állójeggyel, csak egy megállót megy. Egy megállót megyünk, persze. Nem saját sajnos, valamelyik stand-upos mondta, úgyhogy loptam. De szeretjük, és megnézve ezeket a kis koncepciórajzokat, elképzelhető, hogy 5-10 év múlva megtörténik, hogy fixen beállsz egy állóhelyre. Hihetetlen, hogy már van rá koncepció. Még lehet, hogy előbb is. Igen, simán elképzelhető. Köszi, hogy írtál, akkor ajándékcsomag nincs, de te vagy a naphallgató. Jó munkát neked, köszi. Sziasztok! Ciao, hello. Szia! Hello! Jól van, mennünk kell. Maradjatok továbbra is a Rádió Egyel. Holnap jövünk 6 órakor, 10 óra van. Pontosan, szevasztok! Hello! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Balázsék elhagyták az épületet. De holnap reggel újra jönnek itt a Rádió Egyen.